Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. Biztos kevés volt a reklám, gyerekek, negyed hét van, egy számagamban ülök a stúdióban, nyilván nincs bekapcsolva még a rádió a kis szerkesztői szobánkban. Jó reggelt kívánok, hello, hello, kézkrémezés, Istenem, de szépek vagytok, szevasztok, srácok. A fények. Itt ezt szeretjük, vagy nem szeretjük? Majd megszeretjük. Az a baj, ja, jó reggelt kívánok mindenkinek, legyünk először udvariasok, aztán tényszerűek, hogy hát igen, kicserélték az almatúrákat, ahogy szakmai műszóval szokták mondani itt a stúdió belül, és ugye korábban mi megszoktuk, azt ilyen fél homályba dolgozunk, kicsit ilyen derengős volt. És hát ahhoz vagyunk hozzászokva egy picit, most ez még egyelőre furcsa, de srácok. Ez a ledvilágítás, ebben van háromféle, van a fényes, van a természetes, és van a lágy meleg. Ez állítólag a természetes, de szerintem ezt benézték. Uh-huh. Tehát ez a hideg fény. Majd. A hideg. Én a meleget javasoltam a Gyulának, mondta, hogy nem értek hozzá. Uh-huh. Tulajdonképpen igaza van, tényleg nem, de most folyik ki a szemünk. De jó lesz. Jó lesz ez. Majd megszokom. Úgy, gyerekek. Picit olyan, mint hogy proszektúrán lennék, nem tudod, érte, boncolásra várnánk. Éppen várnám az Y-vágást a mellkasomra, kicsit ilyen hangulaton az egésznek, és így feküdnék egy ilyen hideg tepsi. Na mindegy, hagyjuk is. Igen, csak de akkor hogy... már nem látod. Igen, majd megszokjuk. Hát vagy szikleverjük az egyiket. Gyula nyilván örülne neki. Vagy az van, hogy egy piros, hogy hívják, hogy ilyen nejlont húzunk. Ezt fölkapcsoljuk ezt a rizslápát, és lenyomjuk a ledet. Aha, akkor az egy visszalépés lesz. Aha. Hát ez jó. Egyébként még talán ez is, nem? És ha csak egyet? Aha, nem. Mert ez a ledet. Igen, az a baj, hogy egyszerűen négy. Aha, na jó, van, hát mindegy, ez van. Az a baj ezzel, hogy mi imádjuk Gyulát, szeretjük, meg tök jó, hogy fényeink vannak, nem csak ez hideg fény. Igen. És tehát a meleg fény az, ahol hosszú távon jól érzed magad. Tehát aminek bűtésre jó. Tehát aminek meleg. Arra tökéletes, hogy ne hagyjanak benne semmilyen eszközt. Átrakjam a másikra, csak az meg, ott meg elalszunk, mutatom. Az a baj, nekem ettől kifolyik a szemem. Tehát a meleg fény az, ahol szeretsz lenni 4 órán keresztül. Ugye hideg, rideg fény ez. Hát vagy a másik megoldás a napszemüveg. Tehát úgy úgy jövünk be, hogy rajtunk van a kis. Most a legrosszabb, amit tehetsz, Viki, hogyha ezt folyamatosan lefölkapcsolod. Igen, mert közben Viki is bekapcsolódott a bencsizésbe. Vagy bincsizésbe. Erre ki kell találnunk valamit. Hát minden tiszteletünk, és imádjuk Gyugyót, és a legnagyobb szaktekintés nagyon nagy. De most azt képzelj el mindenki, amikor tényleg ezek a fehér halogén fények így jönnek, és aztán mi nem vagyunk kényesek, mert a körülményeinkről mi nem sokat beszélünk adásban, hogy milyen körülmények között dolgozunk. De ez az a baj, hogy ettől nekem fél órán belül kifolyik a szemem, és migrénem lesz, és akkor viszont nem vagyok jó. Picit ez a mozgásérzékelős halogén kategória, tudod, ez a lobzgenyó. Nem olyan hangulatosak ezek a fények természetesen, mint amilyen fények megvilágítják ebben a pillanatban a déli sípáját, az északi egyest és az északi kettest, a kékestetőt. Figyeljetek, menjetek föl, nézzétek meg, tegnap is már néztem. Teljesen más a történet, mint mondjuk, amit én hosszú éveken keresztül megszokhattam, és ti is megszokhattatok, és nagyon szerettetek, mert én megszerettettem veletek a témát. Hogy ugye, ha valaki szeretné látni a beavazott kékes lankáit, az menjen fel, csak annyit írjon be, hogy a Google-ba, hogy kékes, és hogy webcam, és utána pedig egy enter. De ott sötét van. Figyelj, most, nem, gyönyörűek. Ja, mert teli hold van. Gyönyörűek, az van, hogy éveken keresztül tök sötét volt, és szinte semmit nem lehetett látni ebben a napszakban még. Most meg van világítva az egész, egyszerűen gyönyörű. Tehát, hogy felmentek és megnézitek, és elképesztő, és ha már erről beszélek, akkor elmondom azt, hogy egyrészt ugye egy percenként frissít a kép, másrészt pedig, hogy ma már megnézte 10 000 ember, tehát nem csak én vagyok rácsúszva erre a dologra. Azt mert valaki manipulálja, egy automata föl. 10 000 ember reggel 6-kor nem mehet föl a kékes havas lankáit nézni. Csinálsz egy webkamerát, és beírod, te mint a webkamerák, azért megnéztek már minket 16 000-en. Tehát egy tájképet látsz, hónapokon keresztül semmi nem történik. Néha egy ilyen hómunkás, pályamunkás, hogy átmegy meg vissza. 8 órakor majd elindul valami sielés. Meg egy részeg, egy üveggel a kezén. Ráadásul egy percenként frissít, ugye? Percenként, tehát azt látod, hogy így van a hómunkás, aki így beint, és a következőben már nincs rajta. Már nincs, ugye átért rajta.
Úgyhogy olyan nagy mozgás nem lesz. Ez kb. Mint a guminő. Tehát ha akarsz igazit, akkor menj el, sieljél, húzzál bakancsot, menj el. Ez képernyőn keresztül nézem, hát ott éreznem kell, hogy ropog a hó a lábam alatt, hogy jó illat van, hogy tiszta a levegő, hogy vág a hideg, hogy szűzen megsijeled a havat. A kis carving léceddel, érted? Hát az úgy rendben van, de egy ilyen webkamerán keresztül, egy ilyen félmeleg, halogénben világító stúdióból nézem, hol most minden reggel. Egyszer megnézi az ember, oké. Két hópehely. Menj el sielni, tanulj meg sielni, és akkor igazán fogod szeretni, vagy igazán fogod értékelni. Uh-huh. Én két ünnep között egyébként ott vagyok fönt. Na, de jól is teszed, irány a Mátra. Érti? Melyik? Déli, vagy északi? Két ünnep között, akik a Mátrába mennek, nem znobok, mert már félek. Nehogy valami olyat mondjak, hogy itt a pöttyös, hogy akik két ünnep között a Mátrába mennek, azok znobok, mert mehetnek a izébe és a Bakonyba is. Mátrában csak azt mondom, tehát az nem. Figyelj, jó. Én azt mondom, hogy mindenki, tehát hogy a tél, meg a téli sport, azok gyönyörű, jó, szép dolgok, meg fantasztikusok. Így van, semmi baj, azzal sincs, hogy semmi gondolom, hogy valaki elmegy mondjuk Schlagmindachsteinba, de ha esetleg mondjuk nincsen arra lehetőséget, hogy ilyen messzire utazzál, akkor ott van a kékes tetőnk. Hát igen, aki azért komolyabban siel, azért ezen egy jót mosolyog, de aranyos a kékes tető, meg el lehet egyszer menni, de hát azért legyünk őszinték, sieli szempontjából kevésbé. Én tavaly sieltem a kékesen, igen, aranyos, nekem nagyon jó, persze, elsőre. Jó, persze, elsőre, hogy megtanulj, meg gyerekkel, meg lecsúszol, meg fölmész, meg nincs lehetőséged, de hát nem egy hosszú pálya. Szóval, hogy nagyon sokat áll sorban, nagyon sokan vannak, és pillanatok alatt nem vagy. Ma már egyébként Murau is egy 3-4 óra, szóval nem, tényleg nem vészes. A kékes eljutsz mondjuk, nem tudom, hát más egy óra alatt. Egy óra alatt, függ, honnan mész. Murau úr. Ki az a Murau úr? Szinte a kékes gyönyörű, mi nagyon sokat vagyunk ott, mielőtt megvádolnál, vagy kapnánk a hallgatóktól, tudom, hogy na már megint a külföld. Én sieltem is ott. Hát igen. Arra jó, hogy megtanuljál, és arra jó, hogy elsajátítsd, aztán utána már azért, ha már hosszú távon sielsz, akkor már mennél azért valahol máshova, azért úgy 4 percnél, ha hosszabb időt tudsz siklani, mert hamar nem vagy. Na, hát nem kell gyorsan menni, ez a hülye száguldás megint, érted? Lassan mész, akkor 8 perc. Az is jó. Ha lecsatolsz és lesétálsz, akkor egy óra alatt nem vagy. Látod? És ha lecsatolsz és fölsétálsz, úgy meg még 2 óra. De ha nem akarsz ilyen téli sportozni, felmész, körülnézel, fölmész ugye a toronyba, megiszolott egy kávét, egy kapucsinot, gyönyörű szép a kilátás minden irányba. Úgyhogy azért ez egy nagyon szép hely. Nagyon szép hely. A Mátra gyönyörű. Mátra is. Na, jó, már kezdjük el a reggelt. Hát a győri adventi vásárok péntek lesz, igen, a hivatalos megint, csak mondom. Azért mondom, aki Bécsbe megy, a snob, aki viszont Győrbe megy, az jó fejtség. A város kulcsait. Vedd át a kulcsait. Vodka jó rettegje. Sok minden történt tegnap is, úgyhogy beszéljünk. Én ki vagyok ezen a tekes dolgon, hát ezt nem is olyan értem, megpróbálunk a mai adásban majd utána járni. Én nem tudom, hallottátok-e, drága hallgatók, de lesz majd megszólalunk 8 óra után, mert hogy 6 embert letartóztatott állítólag a tech hétvégén, és fegyvereket, lőszereket és robbanó anyagot találtak. Nem tudom, hogy ők most kihez tartoznak. Magyarok, nem magyarok. Külföldi terrorszervezethez csapkodnak. Ez egy előre mint titok. Magyarok, akik be akartak csatlakozni, átutazók, titok, akik egyébként nem itt akartak robbantani. Szélsőséges nézeteket vallanak, de azt nem árulják el, hogy milyen típusú nézetekről van szó. Most a 6 emberből 2 állítólag előzetes letartóztatásba helyeztek, és megemelték a kiemelten vélet személyek biztonságát. Ez tök jó, ez engem baromira megnyugtat, de közben mégsem, mert hogy közben van azért 10 millió ember, aki nem kiemelten védett. Mi van a 4-gyel? Őket elengedték, mert 6-ot kaptak el, 2-t előzetesbe betettek, a 4 az csak ott volt, vagy mert hogyha engem elkapnak úgy, hogy egyébként a konyhaasztalomon egy bombát barkácsolok, szerintem még a Somát is lecsukják. Érted? Uh-huh. De nem. Aki egy légtérben van veled úgy, hogy te bombát és fegyvert tartogat, igen, az egy picit csak beviszik megkérdezni, és haló haver, mi van veled? Erről tudni, jó napot. Igen. Igen, úgyhogy ennek próbálunk majd 8 óra után elni, hogy kik ők, mit lehet elmondani, hát mondjanak sok mindent, mert azért ez már nem hangzik túl jól. Nem hangzik túl jól, mert amit Párizsban kapják el, az se jó, sőt, nagyon nem jó. Meg nem tudom, Tunéziában, ugye azért ez olyan messze van, amikor már itt vannak azok, akik robbantani akarnak, fegyverek vannak náluk, és 6 embert ráadásul, az nem túl megnyugtató. Meg ez a kommunikáció is olyan fura, ez a mondok is valamit, meg nem is mondok, tudod, kevés konkrétum, de arra pont elég, hogy egy kicsit, hogy az ember elkezdjen rinyálni, hogy úristen, már itt vannak, de kik vannak itt most akkor. Igen, ha már mondanak, akkor mondjanak egy kicsit többet. Hát megpróbálunk ennek utána járni, mert azért ez nagyon, nagyon izgalmasan hangzik, és egyáltalán megnyugtató, hogy ők csak így most így itt voltak. Mire készültek, ki ellen készültek, lakosság ellen, itt készültek, vagy csak tovább mentek, és nem tudom, Ausztriába akartak amit csinálni. Az se jó nyilván, de hát azért ezt az ember szereti tudni, hogy kik ők, nem?
magyarok, külföldiek, dzsihadisták, nem terroristák, hát mit tudom, igen, én nem tudom, annyira igen lehet. Úgyhogy terroristák vagy csak szimplán van ilyen fegyverbé emberkék, akik így jó dolgokból nem tudják, hogy mit kezdjenek. Hát ez ennél többnek tűnik, kettőt le is tartóztattak, robbanószer is volt náluk, azért felkészült ebben. Tehát valamit volt, ezek volt akartak már ilyen azért korábban is, hogy azért mit, valaki otthon, hogy összegyűjtött mindenféle ilyen kis fegyvereket, meg egy komplett arzenált, aztán ezt így lefoglalt. Nem tudni. Hát nyilván most ezért sokkal jobban ki van hegyezve erre a témára az ember. Az persze. Na mindegy, úgyhogy erről is beszélünk majd, igen, 8 óra után, hogy valaki, megpróbáljuk a teket elérni, hogy mondjanak nékünk valamit erről, mert hát ez izgalmasan hangzik, igen. Milyen volt a Lilu műsora tegnap, látta valaki? Nem. El is felejtettem, basszus. Nem, most annyi új műsor van, hogy már így... Csak kapkodod a fejed, mi? Bizonyán. Csak kapkodod. Mi van még? Van ami jó, amit érdemes nézni? Hát ott van például a kocka. Hát én abból láttam az első részt, nekem az nem tetszik. Már lehet, hogy a másodikra jobb lett. Ja. Az volt tegnap. Az nagyon nem tetszik ez a műsor, sajnos. Pedig rokkolelkek vagyunk. A kocka és az egy perc, mert hát nagyon hasonló műsor, de hát abban az összes hibát, amit el lehet követni, elkövették szerintem, úgyhogy ez nem egy jó műsor. És nem a Nóri miatt, hanem az utómunka, a vágás, a világítása, a darabossága, a ritmustalansága, ezek a kötelező mondatok, a menj be a kockába hatszor, legyőzöd el a kockát, az egész, az a maszkos csaja, hogy ott megjelenik, eltűnik, ilyen nagyon-nagyon mű. Tehát ilyen, ja, a bemutató lány. Hú, nem jó. Aha. Nem jó, az nem jó az a műsor. Pedig én aztán dicsérem a TV2-es műsorokat, ha arról van szó. Ha jó, akkor nagyon igen szívesen, de ez nem egy jó műsor. Tök mindegy, hogy egyébként tényleg, hogy most melyik csatorna sugározza a műsort, ha jó. Igen, és nem izgulok rajta, és nem szeretem a szereplőket, és nem tudok velük együtt élni, és nem is ismerem nagyon meg őket. Szóval, hogy sok bajom van azzal a műsorral. Én minden új műsort először megnézek, de aztán azt mondtam, hogy ezt nem. Aha. Ez sajnos nem. És a Lilusnak a múlt hetit láttad? Mert nem, az én az első, nem? Nem, a két hete volt már a turnén. Na jó, hát akkor? Két hete volt a turnén az első. Az esztergomi szállodában néztem. Ja, már csak az is, én néztem egyébként tegnap semmit, mert ugye hát figyeljetek, olyan BL meccsek voltak, én most konkrétan, hát ugye mindenki, hogy nem vagyok szakértője, még nem is vagyok nagy rajongója a labdarúgásnak, de azért a tegnapi Barca Róma. 6-1. Te figyelj, én is néztem. Azért, tehát, hogy az már olyan futball, hogy az valami egészen megdöbbentő, de akkor még ott volt, ugye a Bayern is játszott, az Arsenal is játszott, a Chelsea is, hatalmas meccsek voltak. De nézted őket? Igen, hát a Barca Rómát. Úgyhogy azért, tehát, van azért egy olyan szint, ami már mondjuk az én ingerküszömet is eléri, még úgyis, hogy nem vagyok. Azt mondom, én is néztem. Én is az életemben nem néztem meccset, miután fölkapartuk a gyertya maradványokat, mert gyertyát kellett önteni a gyerekkel, hogy szeretem ezt is, hogy nekünk mindenféleket. Hát gyerekek, éljen az advent, mindegy meccset. Főleg sok anya kapcsolgatta a televíziót, és én mondom, nézd már, nem tudom, akkor volt 5-0, azt hiszem. Ők mi történik? Mert azért a Róma se egy nagyon rossz csapat, ugye? És akkor jön egy Barca, és 6-1. Jézusom, mit fotiztam. Jó. De az kemény. Ővelük mondjuk összetalálkozhatunk az EB-n jövőre. Egy olyan csapat, hát nyilván Barcában hát nemzeti válogatott megy, tudom, mielőtt megírjátok, de azért azok a fiúk, akik abban vannak, azok lehetnek nemzeti válogatott. Ők szerintem nem abban a kalapban vannak, mint mi, de hát majd meglátjuk. Aha, de előbb-utóbb mondjuk. Hát nagyon sokféle náció játszik a Barcában, persze, tehát hogy játszhatunk velük, de hát igen. Na, a nemzeti válogatott azért egy más téma. Igen, na mutatjuk, hogy miről beszéltünk tegnap. Valahogy szóba jött a vasárnapi zárvatartás egy pillanatra, még itt két megszólás között, aztán ezen egy jót veszekedett mindenki mindenkivel. Úgyhogy ezt megmutatjuk, hogy jó-e az, hogy vasárnap zárva vannak a boltok, vagy nem. Hú! Mi most nem a kereskedelem szempontjából néztük ezt a dolgot, és az ott dolgozók szempontjából, hanem a vásárlók szempontjából. Úgyhogy ne is pazaroljatok arra SMS-t, hogy de akik ott dolgoznak, azok viszont megérdemlik, mert nem erről beszéltünk, és nem ezen vetületét tésztük a témának. Nem. Csupán arról, hogy mi mennénk, vagy nem mennénk, jól megyünk, nem jól megyünk, miért jó nekünk hétköznapi vásárlóknak, hogy be vannak zárva a boltok, vagy éppen miért rosszabb, és azt mondják, akik a kereskedelemben dolgoznak, az egy más tiszta. Nagyon szépen próbáltad kimenteni a csillogó tekintetű függőket. A függőkkel kevésbé. Én nem voltam benne a vitába. Igen. Nem voltam, én csak belefolytam, mert itt az egész hétről, de mindegy, ne kezdjük újra, majd meghallgatja a kedves, hogy 10.850 már megnéztek. Na, reggel a webcamet a kékestől. Meghallgatjuk, jó, hogy mi történt velünk tegnap, aztán Ákos hírei után jövünk a játékkal, úgyhogy lehet jelentkezni, és arra SMS-ben mi pedig jövünk az ismétlés és a hírek után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 10 perc ma pontosan 7 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. A hírek után is mondunk egy-két friss közlekedési hírt, valaki küldön infót az M1-es balesetről, Pápára tartok Pestről időre. Rita,
Az útinform még semmit nem tud, írta nekünk Rita. Mondom, ahogy látok valamit, azonnal mondom. Az M5-ös bevezetőn az Ecseri piacnál a felüljáró felújítás után két autó koccant, a szűkítés után a szélső sávban állnak, a sheriff küldte nekünk. Köszönjük szépen. Aztán, sziasztok, most vagy túl rövidek az éjszakák, vagy én alszom túl gyorsan, de én álmosabb vagyok, mint amikor lefeküdtem. Szeretnék veletek játszani, puszi Anita. Ezt én is érzem, Anita. Ja. Ja, bocsánat. Abszolút érzem én is, igen. Nézem, hogy van-e valami az M1-esen, tudjak segíteni, de nem látom. Győrben megnyílt a belvárosi koripálya. Oké, köszönjük szépen. Nincs egyelőre semmi. Játszunk, aztán közben, ha valami befut az M1-esről, akkor mondjuk, jó? Itt van már is a játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt! Hello, Zsolt, hello! Honnan hívtál minket? Szilvásvárod? Szilvásvárod! De szép! Atya úristen, de szép hely! Szilvásvárod! Oké. Azt mondja nektek, én már unom. Itt lakom. Nem, szeretek itt lakni. Nagyon. Meg is értjük. Kivel játszanál, Zsolt? Hát én a Ferivel játszanék, ha lehetne. Bárkivel, hát akit szeretnél, bárkivel. Legjobb választás, amit akarsz. Jó. Okay. Indíthatjuk az órát? Feri, készen állsz? Én úgy tűnik, hogy mehetünk tőle. Oké. Jani? 3-2-1! Fire! Kisvasút megy még ilyenkor? Persze. Viszont szeretnék én kérdezni tőled. Jártál már felénk? Jártam. És hogy tetszett? Imádom. Hát az előbb erre céloztunk. Aha. Amikor mindenki fölhördült, hogy te ott laksz. Aha. A kislányommal szoktam játszani ezt a játékot. És mindig megver, fogadjunk. Sosem. És Zsolt, te mindig ismétled magad ennyiszer? Ez az a szó, amit ebben a játékban ki se lehet mondani. Szeretnék kérdezni tőled még autószerelésre foglalkozunk, és azt szeretném kérdezni, hogy lecseréltetted már a téli gumidat? Meg vagyok vele, így van. Hát ez jó, Zsolt. A minden segít neki. Azt ugye ezt, hogy mindent elmondtál hatszor, és ezt a kamu kérdéseket imádtalak, jó vagy? Az az igazság, hogy nagyon izgultam, megmondom nektek őszintén, és a kislányomnak az ajándékcsomagot nagyon szeretném karácsonyra. Igen. És akkor végig, igen. Igen. Zsoltikám, megnyugodhatsz most már, mert érzem a... Picit a szíved kezdett megállni. Megnálljon a szíved itt adásban. Így van. De minden reggel titeket hallgatlak, minden reggel küldöm az SMS-t nektek, tehát egy hűséges hallgatótok vagyok. Köszönjük. Küldjük az ajándékcsomagot, jó? Kösz. Megérdemled. Jó? Okay, ügyes voltál. Hello. Igen, hát a gyereknek megígéred az ajándékcsomagot, ott érted, nincs mese. Ott vinni kell, hozni kell. Igen. Most jöttem végig az M1-esen Ausztriából, teljesen jól járható, akadálymentes. Ezt Maci küldte nekünk. Köszönjük szépen. M1-es 86-os kilométernél van egy trafi, utána szabad Pápáig. Peti Pápá Randi Ritával. Hogy tetszik? Te ajánlod föl nekik? Nem, a Peti, csak nem írta alá. Peti. Ott ugye vége mondott, Pápán Randi Ritával, mert hogy Rita kérdezte, hogy milyen az M1-es, hogy segítsünk neki. Aha, tehát hajjá. Peti már összehozta magát Ritával. Ez nekem nagyon tetszik. A Rita is küld egy igent, hogy adjuk ki Peti számát, szívesen összekötünk meneteket. Jó, beolvassuk azt is. Mind. Rajtunk nem újjon. Rita, jó, teljenek az ünnepek. Rita üzen, jó, hogy akarod-e Petit? Vagy kérdezd meg, hogy néz ki Peti, te küldj elemzést magadról. Hogy éteren keresztül összekötünk meneteket, és 3-4-10-kor fölhívjuk mind a kettőtöket. Akarsz-e randizni? Ha akarsz randizni, akkor Pápán akarsz-e randizni? Vagy esetleg máshol? Írjatok. Most Petit és Ritát kivételesen összehozunk. Nem ilyen típusú műsort készítünk, de ha most mind a ketten benne vannak, még itt lehet egy nagy találkozás is az éttermen. Jó, Rita? Írjál nekünk. 5 perc, pontosan 7 óra, jövünk Ákos legfrissebb hírei után. Hölgyeim és uraim!
szöveget becsatolni, hangerőt feltekerni. Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vagon Jani. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt 9 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk egy jó kis Will Smith után. Ez jó volt. Ez beindítja. Sok ilyen zene kellene. Beindítja a szerdát, ott vagy Miami-ban, még ha ez nem is a Miami volt. De itt kicsit meleged van, kicsit óceánparton vagy, és úgy érzed, hogy sütni fog majd még egyszer a nap, és elfelejtett azt a kis mínusz 3-4-5 fokot, ami itt van. Itt van nálunk, jelen igen. pillanatban. Nem? Persze. Mert hogy ennyi van. Ennyi van. Szépek vagytok ebben a fényben, azt kell, hogy megfiatalodtatok, szépek vagy. Nem merünk rád nézni. Konkrétan világítotok ebben a nagyon fehér fényben, ami itt van most nálunk. Drága Gyugyó, hát ő jót akart. Ez a mi photoshopunk. Jót. Jól néztek ki, szépek vagytok. Lehet, hogy barnulunk alatta. Ez alatt mint minden ugye? Történik. Én már megnéztem eredeti csokicsőt. Ez sterilizálja a hajunkat. Egy az egyben olyan, mintha bent állnánk egy szoliba. Most komolyan mondom. A szolinak ilyen meleg élményem ezen hát nem. Hát ez ugyanez a hideg-fehér fény. Igen? Aha, az biztos nem eredeti csokicső volt, ahol voltam. Én amikor voltam, akkor azok ilyen kék csövek, meg nem tudom milyennek voltak. Hát nem ilyen hullafehér színű. Egy az egybe. Én már majdnem rutinból levetkőztem, és megfogtam itt két rudat. Hát jó, állószoliba jársz, az jó. Golyókat barnítasz? Aha. Így. Miért? Az arra való? Az arra, arra is. Arra is. Aha, nem azért, hogy ne ér hozzá így ott van. A felülethez. Jó. Azért, mert hogy én nem annyira szeretem, az utolsó 5 perc mindig szét kell húzni. Ja? Hogy mindenhol barna. Hogy a blendés barna legyen? Igen. Minden évben meghívnak egy ilyen fényágyba, hogy feküdjek be és próbáljam ki, de most már elhatároztam, hogy kipróbálom. De az nem barnít? Nem, az nem barnít, az arról szól, hogy egy kapsz egy ilyen nagyon erős napfény mennyiségű dózist, és maga a fény, ez egy olyan spektrumon világít, ami téged gyógyít. Ja. Gyerekeket kezelnek vele, allergiát kezelnek vele, felnőtteknek boldogsághormon, szerotonin termel. Menjél el, szerintem. Hát te szervezeted. Ha ezeket tudja, minden évben, akkor menjél. Minden évben mondták, hogy menjek már el, próbáljam ki, és minden évben udvariasan visszautasítottam, de most egy kipróbálom. Hmm. Beülsz egy kis szemüvegbe, egy brutál nagy magadra hajt, és csak üldögi ezt 10 percet. Na jó, de téged legalább hívnak. Patakit legalább csak viszik. Hát, van akit hívnak, van akit visznek, igen. Tényleg, hol fogod ventezni? Kicsoda, a Pataki? Hát nem, most értem. A Neptunuszon, vagy a nem tudom, a Kmetor bolygó, nem tudom. Hát ahova viszi, éppen. Most ő a Chemtrailről beszélt egy kicsit. Ahhoz igen, picit benyalt egy konteót. Hát én ebben a formában nem mondhatok semmit, bár ja, én amikor beszéltem a Chemtrailről, még 2013-ban akkor nem az indexes féle konteóról beszéltem, ahol rajta kaptak állítólagosan egy kapitányt, aki előbb ért oda, és látta, hogy bepakolják a hordókat, de most pont ezt láttam a Patekitől. Nem, ott abban a sztorival ugye az volt egy picit a necces, hogy az a pilóta, akit egyébként az Attila ismert személyesen, arról kiderült, hogy valójában az indexnek egy beépített embere volt, tehát hogy ott arról szólt, hogy a történet, hát egy kamu sztori volt, igen. Egy pilóta nem bírta már tovább, és el kellett mondania, hogy ő éveken keresztül egyébként tényleg mérgezte a légterünket azzal, hogy ő volt a Chemtrail a hátterében, és az Attila személyesen ismert ezt az illetőt, aki nem létezett. Erről hát beszélt valamelyik nap a Mokkában, azt én is láttam, igen, az érdekes. Picit azért ez kellemetlen tud lenni. Na, azt mondja, hogy jaj, fiúk, városlőd, mínusz 9, nem is értem, hogy december küszöbén írja nekünk egy hallgató, nem tudjátok esetleg, hogy meddig tart a szalagkorlátcsere az M3-ason, meg a többi autópályán? Réka üzente nekünk, Réka nem tudjuk. Nem tudjuk, de ha tudjuk, ezt is majd mondani fogjuk. Esztergomi vonatok 15-20 perc késésben vannak Budapest felé, gondolom a meleg ősz után összement a sín, és tényleg meglepő, hogy hideg van. Dói, miért aktívak ma a csaj hallgatóink? Réka, Dóri, jönnek az SMS-ek, női hallgatóktól, igen. Mikor hívjátok fel újra Pákot, mert mindig feldobja a napot, mikor vele beszéltek. Szeretjük, most nem nincs különösebb apropója, de ha hiányzik, akarjuk, rácsöröghetünk a héten. Ez egy SMS volt csak még. Tehát, hogy nem én imádom őt, engem mindig megnevettet az a fajta jó indulatú és kedves együgyűség, ahogy ő szemléli a világot. És holnap de után... De szépen fogalmaztál, kedves együgyűség. Felhívhatjuk, én nagyon kedvelem. És tényleg valóban jobb kedvem lesz tőle. Azt mondja, hogy nézzük még, mi a helyzet az utakon. Lemezlovas Zsül, nagyon lazac a muzsika. Széna a WC papíráros küldte nekünk. Na, kezdesz beépülni a köztudatba, Zsül. Dabasnál az ötös főutat sózzák, pedig száraz.
amikor kellene, addigra elfogyasszuk. Alásózás, megelőző alásózás, mert de mi mondtak havat? Az mindegy, hogy mondtak-e, de ha ráesik, és nem lesz alásózva, akkor meg azért kiabáltok, hogy miért nincs alásózva. Most alá van. Így van. Ja Istenem. A Mikulás játékotok megosztó és igazságtalan, jobban át kellett volna gondolni, nincs esélyegyenlőség, egy kirekesztetem, de szomorú hű hallgatótok. Akkor tegyük ezt rendbe egy kicsit, jó, mert látom, hogy van egy kis tévedés, ami nem baj, írjátok meg nekünk nyugodtan, hogy mit gondoltok erről, és akkor elmondom, hogy mi történik valójában. Hogy mennyire kirekesztő egy játék, ez szinte minden játékra rá lehet fogni. Ez rá lehet fogni arra is, amikor Győrbe elmentünk, és a postautomatát teszteltük, mert akkor csak az nyerhetett, aki egyébként ott volt Győrben, kirekesztettünk 9,5 millió embert, aki nem győri hallgató. Ilyen alapon az is kirekesztett volt. Kirekesztett játékos lehet az is, aki egyébként nem tudott SMS-t küldeni, mert le volt fagyva a telefonján, nem volt pénze, és nem volt esélye megnyerni az autót. Tehát nem tudunk mindig olyan játékot csinálni, ami mindenkire egyérvényűen vagy egyöntetűen vonatkozik. Ebben ezt meghalani, hogy kirekesztő, ez egy nagyon nagy hiba. Inkább... Azért, mert nem olyan kártyátok van, mint amilyenek most játszhatnak a mi játékunkban, de hát van, mert hogy most a Mastercard szeretettel vár minden olyan céget, aki el szeretné költeni nálunk a pénzét. Hogyne, de most ez nem a cég oldalról mondom, hanem a hallgatói oldalról, hogy... Igen, de ő emiatt panaszkodik, hogy neki ugye olyan, nem olyan kártyája. Nem olyan a kártyája. Igen, hát szóval, most... hogy minden játék egy kicsit kirekesztő, ha éppen az nem rátok vonatkozik, én szerintem ezt nem így kell nézni, ezt úgy kell nézni, hogy de jó, hogy van játék, de jó, hogy tudtok adni. Én most ebben nem vagyok benne, vagy éppen nem tudok ott lenni egy helyszínen, egy bizonyos helyszínen. Lehet, hogy az autót sem tudom megnyerni, mert éppen akkor nem tudtalak hallgatni melleteket, vagy nem tudtam SMS küldeni, vagy nem volt a kártyámon a pénz, de ezt így ebben a formában kirekesztő, ez butaság. Igen, és főleg a mi nyakunkba varni ezt, tehát, hogy direkt kire, mert ebbe az van benne, hogy mi vagyunk a mekkora szemetek, hogy direkt kirekesztővé csináltuk hogy a dalt. Miközben, ha rajtunk múl, elárasztanak az egész országot ajándékokkal. Tehát, hogy egy ennek a játéknak, ennek a műsornak, ennek nyilván vannak reklámblokkjai, a reklámblokkban vannak költők, a költők döntik el, hogy milyen típusú játékot csinálnak. Igyekszünk azért olyan játékokat csinálni, ami több tízezer, több százezer emberre vonatkozik. Nem mindig tudok beleférni, ez olyan, mint a Valentin napi játék, amikor összehoztunk szingliket, de oda csak az jelentkezhetett, aki szingli volt, csak az kapott a végén ajándékot, elmentek egy randira, egy álomrandevúra. Ha férjed van, feleséged van, gyereked van, a hajó elment, ettől a játék nem kirekesztő, csak te abban a formában nem feleltél meg annak a szabályzatnak, és arra a játékra te nem tudtál jelentkezni. Majd a következőre tudsz. A következőre tudsz, persze. Úgyhogy ezt tessék inkább így felfogni és örülni annak, hogy ennyi játék van, mint hogy valaki ezt magára vegye és azt mondja, hogy na most akkor kirekesztettetek, mert nekem nincs Mastercardom, ebből most kimarasz, de nem hiszem, hogy ez kirekesztő lenne. M3-as hétfőn Pest felé a Megyeri hídig már nem volt szűkítés, csak egy helyen idéglenesen Andi küldte el Ritának. Mert hogy Rita kérdezte, hogy mi a helyzet a szalagkorláttal, Andi válaszolt. Andi és Rita is kezd egymásra találni. Rita, Peti is kezd egymásra találni. Ma reggel mindenki üzenget mindenkinek. Mi csak közvetítők vagyunk. Babati pihenőnél ígyatok egy kávét az M3-asat. Igen. Úgy látom, hogy egy ilyen üzengetős nap van. Üzengetős nap. Igen, sokféle szempontból üzengetős. Tehát, igen. Igen. Királyok vagytok. Ákosnak is üzentek már, nekem is üzentek. Omen bácsi, Beru néni, hogy van? Csekkolnám. Puszi Anna. Üzentes Anyi Annának. Nagyon jó. Lehet ez már egy ilyen napa? Persze, üzenjetek egymásnak nyugodtan. Máskor nem szoktunk ilyen személyre szóló üzeneteket beolvasni, de ma lehet egy kivétel. Lehet egy kivétel, mi mindig bejövünk, és minden műsornak van egyfajta hangulat. Ahol lemelkedett, hol kevésbé, hol komoly, hogy vidám. Ma úgy látszik, hogy üzengetős reggelünk van, úgyhogy felülünk erre a hullámra, és akkor legyen az, hogy mondjuk 9 óráig bárki bárkinek üzenhet valamit. Jó? Amit akartok. Így van, bármi. Hozd vissza a lakáskulcsot. Miért rúgtál be tegnap te szemét? Az csúnya üzenet, ért ne üzenjen. Eljutad a gyerek ebédpénzét. Légy szíves, menj el dolgozni, hogy végre legyen, vagy ne legyen. Vagy hozz vissza a bérletemet, az éves bérletemet, vagy nem adtál a gyereknek kakaót, most rám haragszik. Karcsikám, újra szívesen látnám a saját fényszerünkben azt a motoros fűrészt, amit 3,5 évvel ezelőtt odaadtam neked. Nem akarod, hogy felültesselek az anyád hátára, aztán nagyon csak... Dénes, légy szíves, hozz vissza a kecskés videóimat, mert már nagyon hiányoznak. Üzenjetek akkor nyugodtan, jó? Legyen egy ilyen, hogy most 9-ig, nyilván nem erről szól majd a Morning Show, és nem csak üzeneteket olvasgatunk be, de úgyis mindig számon kéritek, hogy miért nem adunk át születésnapi, névnapi üzeneteket. Ezt most se fogunk. Nyugodtan. Viszont olyan üzeneteket, aminek van valódi tartalma, köszöntésen kívül, és valakit szeretnétek valami megkérni, küldjetek el nekünk.
és közvetítjük. Az nem baj, ha van más információ is, tehát a közlekedési persze. infót elküldöd, és hozzáküldöd az üzenetet. Jut eszembe, apropó, érted, Karcsikám, ti házatok előtt is van hely, inkább odaszarasd a kutyát. Tehát ha lehet még ilyenek is nyugodtan. Igen, igen. Kedves kis szomszéd, ha még egyszer a kutyája az ajtó mellé kotlik, akkor megetetem nekünk magával. Üdvözlettel, igen, kecskés lakópark. Nekünk is van ebünk, én azt gondolom, hogy jobb lenne, hogyha ő végezni a dolgát, ami házunk el, a tiéd meg a sajátod elé. Még egyszer az előfordul, akkor hogy hívják? Hozom már valaki leukoplaszt, hogy leragasszam a félszemem. Lekapcsolja? Leukoplaszt. Vagy jó, volt, hogy kenyér. Gyömbért. Leukoplaszt. Kenyér. Én mindenre csak egy betűt teszek. Rohagy meg, Valás, puszi, bocsi. Na, pontosan erre gondolok. Jó van, miért? Pontosan erre. Nem szület van nálatok, Gábor. Elmentetek inni egy kávét. Na, jól van, de belevágunk a 7 órás témákba, mert hogy az is van. Aztán 8 órától majd egy picit szakértünk biztonságpolitikai szinten, meg tekezünk, meg megfejtjük, hogy vajon mit találhattak. Tekézünk. Tekézünk. Nem akarok tekézni, nem a bowlingba hiszek. Nem a tekről beszélek. Tehát nem tekézünk, hanem tekezünk. Tehát ez tekezünk. Jó, az én kezem. Hogy a tekkel foglalkozunk. Jó, úgy teke. Ja, jó, azt hittem már, hogy... Azt hitted, hogy hozok a golyót, kifelállítok 9 bábút, és akkor azt tekézünk? Azt hittem, hogy a karácsonyi bulim új helye lesz. Mert régen ugye bowlingoztunk, most tekézni fogunk. Igen, csak nem is erőm az ékezeteket. Na, rizs vagy tészta? Rizs vagy tészta? Érdekesen hangzik ez a kérdés. Most leszek fókuszműsorvezető. Rizs vagy tészta? Talán önök is feltették már feleségüknek ezt a kérdést otthon. Tényleg így van. Hát látom a göncit, mondd még egyszer. Rizs vagy tészta? Talán önök is feltették már maguknak ezt a kérdést otthon. Segítünk a válaszban. A következő riportunkban A fókusz bemutatja. Hogy mi történik abban az esetben, amikor egy ilyen kritikus kérdés elfajul egy idős kínai házaspárnál. Tartsanak velünk a következő 20 percben. Ostobányi Andor riportja. Ja nem, az hülye vagyok, az a Vastag Csabi menedzser. Ja. Ja, ő sem. Na, ugyanis egy érdekes dolog történt egy kínai házaspárral, és ez remek is kiindulója a mi téma felvezetésünknek, ugyanis ők összevesztek azon, hogy rizst egyenek, vagy tésztát egyenek, és nem tudtak megegyezni. De hát ez minden házastársnál, házasságban előfordul, hogy valami éppen összekapnak. Igen ám, csak hogy a vita annyira elfajult, hogy a nő mérgében ki akart ugrani az ablakon. Tehát azt mondta, hogy ha és amennyiben nem az lesz, amit ő szeretne, akkor először összeverekedik a férjével, ami meg is történt, összeverekedett az idős házaspár. Utána viszont hát azt mondta a nő, hogy jó, elég, ha az asszony nem kapja meg a tésztát, akkor kiugrik az ablakon, és elkezdett kimászni az ablakon, mert úgy nézett ki a dolog, hogy a férje fölényben van, és inkább rizs lesz vacsorára, és nem tészta. És hát kihívták a tűzoltókat, aztán a tűzoltók lebeszélték a nőt, hogy ugorjon, vagy hogy ne ugorjon, ugye elmondták neki, hogy jobb, ha nem ugrik. Hoztak neki tésztát. És hoztak neki ilyen tésztát, vagy rizst, és lebeszélték az öngyilkosságról. Mert hogy ki akarta nyírni magát. Annyira összevesztek. Hát nekik se történt túl sok minden az életükben. Hát szerintem már túl sok minden történt. Tehát, hogy... Szerintem nem, tehát hogy ennyi év után, amikor ilyen sokat együtt élsz valakivel, akkor ez már csak... Már ez is elég. Szerintem ez egy ilyen kis parázs volt, egy gyutacs. Hideg tea vagy meleg tea, tészta vagy rizs. Az életük, tehát az életüknek nekik egyébként már baj volt, a kettes az együttéléssel, és akkor jött ez a kardinális kérdés, hogy rizs. Kanállal vagy illával. De ugye tényleg minden háztartásban van ilyen. Amikor vagy pattanásig feszülnek az idegek, vagy a férj egy kicsit fáradtabb, és nem úgy reagál arra, amit a feleség mond. Vagy a gyerekek már mindenki agyára mentek, és a két felnőtt egymáson éli ki azt, hogy mondjuk keveset alszanak. És teljesen hétköznapi banális dolgokon tudnak úgy összeveszni, hogy abból óriási vita lesz. Ez a mit nézzünk a tévében, kinél legyen a távirányító, kinek a párnáján fekszünk éppen, miért nem oltod már le a villanyt, amikor aludnék, ugye? Tehát mindenhol megvannak ezek a kis neuralgikus pontok, amiből aztán óriási veszekedés lehet. És ez a rizs vagy tészta nagyon jól mutatja ezt, hogy néha teljesen apróságokon tudsz úgy összeveszni a pároddal, hogy szinte már te sem érted, hogy hogy jutottatok idáig. Valami egészen hülye, egészen banális dolog miatt. Mosogató szivacs. Mosogató szivacs? Hát ez nálunk, nagyon jól ráérezted. Ez nálunk, igen. Nálatok mi? Hogy én benne hagyom a mosogatóba a szivacsot. Tökéletes. Hát ott a helye. Tökéletes. Béka. Ott van annak a helye, tök jól mert mondod. Mosogatunk vele, érted? De az ott van, Viki, annak ott van a helye. Nagyon szépen Viktória, kérem, fáradjon a mikrofonhoz, nagyon úgyis ritkán halljuk. Igen.
kinyomkodod, és utána és beteszed, mert a most... Gyere, édesem! Miért kell gyere, mellé, a tedd mellé! De miért teszem mellé? De miért fáj, azt oda tenni? De miért neked, miért fáj, hogy benne van, Viki? Miért egy mozdulat? De ne, ugyanúgy egy aha. mozdulat benne, hagyni, hiszen amikor... Miért érzem azt, hogy Vikinek meglehetősen komoly rutinja van ebben a beszélgetésben, illetve ebben a, ennek a témakörnek a kifejtésében. Tudod miért? Mert annak ott van a helye. Bent. Aha. Ugyanis mi történik? Elmosogatsz vele. Figyelj, igen. Elmosogatsz vele, és utána ugye abból folyik a víz, csurog a víz, és azt benne hagyod, nem hát akarod kirakni. Ki? De hiába. Kinyomod belőle a vizet, és a szélére rakod. De van benne egyébként is a legtöbb mosogatótálca úgy van kialakítva, hogy biztos nektek is feltűnt, hogy vannak rajta olyan helyek, amik szinte mintha arra lettek volna kitalálva, hogy oda rakd a mindenféle súrolyeszközeket, vagy mosogatószereket. Én megörülök, és én szeretem nincs. Benne, hogy nálunk van egy ilyen kis net szívó rogy, tudod, ez a kocka alakú, nagyon jó, mindent felszív. Tehát a gyerek bárhova piskótázik, eszik, iszik, oda mész egyet, törösz vér. Beledobunk mosogatóba. A kélyes élményt okoz, hogy nem kell ott szárítani ezt a csapon, vagy a konyha szekrényen, hanem hát bedobom. Nálunk ebből ilyen negyedórás vérre menő egy kéz a tarkó mögött, a másik kézben de egy karm, és vívunk a nagyszobában, és miből állnak kinyomni ki? Azt a szivacsot, és a szélére rakni a mosogatónak, hogy ne kelljen keresgélni annak, aki valószínűleg többet mosogat, mit mint bárki kell keresgélni, más. A családban, a feleségednek, vagy nekem. De nem, nálunk nem mosogat a feleségem, belenyúlsz a mosogatóba, és ott van. Igen. És az én is mindig megtalálom, mert tudom, hogy hova tettem. A mosogatón edények alatt keresgél a szivacsot. De nincs alatta, ott van mellette is. Az, hogy a net szívó rongyot egyesek kiterítik a csapra, hát az hogy néz na, ki? Na hát amitől behányok, hát amikor a csapom van. A és foltos lesz a csap tőle. Na, tehát föltörölte a gyerek után a piskót, tehát kicsavarod, és fölteríted a csap telepre magára, és az ott lóg. De ne legyél olyan, mint egy vénasszony, aki morog a háttérben. Hát akkor gyere ide, mondd el! És nem jön ide. Ne, hát ott van nagy a szád, mi? Igen, mert tudjuk. Mert szerény és kultúrás. Ott van nagy a szád csak. Mert érzed, hogy most megfogtunk. Nem fogtatok. De megfogtunk, de figyeltek pontosan. De erre már nincs érved, érted? Semmi, visszavonult. Abszolút, megvan, abszolút. Feri, meg, kész, megvan. Visszavonult. Ott fut. Nem. Majd fölhivatlak a BK-val, és akkor beszélgessetek, mert ő pont ugyanez. Azt szépen kinyomkodod, és oda teszed mellé, ez ne fájjon. De nekem ne fájjon, mint, otthon lenni. És ott én otthon ezt hallom, az ne fájjon. Otthon vagyok. Én most otthon vagyok. De nem, nekem nem fáj, neked fáj. Érted? Az van, Feri, hogy te nem beleteszed egyébként a mosogatóba, hanem te csak beleejted. Egyszerűen csak beledobod. Tehát abban semmiféle tudatosság nincsen, hogy te oda beleejted. Inkább szeretlek, örülnél, édesem, szeretlek, engem ne keverj bele. Inkább én nem. Örülnél, én ebben a vitában benne úgy lesz minden, ahogy te akarod. Utána mindent ráöntök. Nem, ez itt a legnagyobb probléma, hogy utána, amikor meg kell, amikor szükséged lenne a mosogató szivacsra, akkor fel kell turrod az egész kell. Mosogatót, mert tele van mosatlannal. Nem kell, föl a mosatlannok mellett benyúlsz, kiveszed egyet, facsapot. Okay. Ismerem ezt a típust. Menjünk tovább ezen, vagy lépjünk ezen tovább. Csak Anna is velem van, csak most múlva. Mondja, szerelmem. Az Anna is velem. Így van, drágám. Mindenben igazad van. Én utána 12 együtt vagyok vele. Így van. Jönnek az ünnepek, azért 2 hétig most együtt lesznek. Éjjel lapban. Vicces. Hogy bennék ellen mondani? Ki csinál otthon? Szóval... Igen, na, hát ez is nagyon jó. Hallgass mi? Menj be. Na, légy szíves, menj be. Mondd el, amit te is gondolsz. Hallod? Igen? Mondd el, amit te is gondolsz. És én ezzel a nővel élek együtt. Akkor megyek tovább. És kiküldött? Viki, de nem küldött magamtól. Én vele vagyok. Mernél te mással lenni? Na, mondom a következőt, Viki, legyél most vajszint. Lépjünk át, igen, valami más. Nagyon jó. Van a szennyes tartó, már kiválogattad belőle a zöldeket, egy kupacban van. Hazaérek, én levetkőzöm, mert szennyes lett a ruhám, és oda megy a zöldekre egy fekete alsógatya, vagy egy zokni. Akkor? Költözünk össze, Feri. Akkor mi van? Tudod, miért vagyok leszúrva? Fáj, hogy na? Hajolj. Ha nem, van egy szennyes tartó fürdő. Micsoda? Mond? Fáj, hogy hajolsz. Úristen, otthon érzem magam, ne csináljátok, otthon ugye? Vagyok. Majdnem Jézus, olyan. Azt hittem, a rádióban most... vagyok, de nem, otthon vagyok. Jó, nem kell hajolni, de hát szennyes, ott a helye. De ha szét kell válogatni, neked miért? Jézusom. Jézusom, én még álmodom. Ez otthon történik. Zsűr, este velem. Igen. Zsűr, csíp meg. Van gyerek síros effektünk, tolmál meg. Atya Isten. Igen.
De most, na, most annak. Költözünk össze, Feri. Te is? Hát de meddig tart? Hát tényleg, hogy mivel, de leteszem hát oda, hát közben az ember megy. De Feri, hogyha leesik a tantusz, hogy szét van válogat, akkor miért dobod rá? Igazad van, Jani. Mert ott a többi mellette, érted? Csak az most zöld. Hát, mert neked ez jól esik. Mintha otthon lennék, halad? Hallod? Direk, várjál, ezt mi direkt ellenet csináljuk? Ellenetek csináljuk? Direkt. Most jövök rá. Most jövök rá. Hogy mire? Szeretlek, édesem. Csodálatos asszony. Csodálatos asszony. Ő a feleségem. Próbálnátok ti vele élni 12 órát. Nem egy új évet, egy nap. Könyörtelem. Sajnos, sajnos már elkelt akkor, amikor én házasodtam. És látod, és nézed, hogy ott van. Aha. Tehát ez szerinted mi ezt direkt csináljuk, teljesen, ugye? Miatt a... Aha. Ellenetek. Már paranoiás is. Igen. Figyeljetek ide. Hát erről beszélek én, ugye? Így van. Tudod, miért vagyok otthon még leszúrva? Mert nálunk úgy van, hogy... Már jön vissza. Semmi baj, drágám. Minden rendben van. Minden úgy, ahogy te csinál. Hogy nálunk is úgy van, hogy van a szennyes tartó, de közben van egy ilyen kis szekrény, ahova bedobáljuk. És a szekrény felső szintje az enyém. Direkt vagy pedig csak te dobálod. A szekrény felső része a felnőttek és a gyerekek. És én néha, amikor lent, ugye emeletes házban vagyunk, és nem a fönt öltözöm át, vagy vetközöm le, hanem lent bedobom a mosó szekrénybe. És jön, nézd, igen? És jön, itt van. Mit csinálok, drágám, rosszul? Úgy lesz, ahogy te akarod. Igen. Elnézést kérek, bocsánat. Lent hagyni a nadrágot. Igen. A szoba között. Igen. Az nem lent öltözni. Hát de hol? Hát lent volt, lent vette le a nadrágját, mert... Na de várjál, és véletlenül az alsógatyámat rádobom a gyerek zokniára egy nap. Össze alsógatyázzal. Egy hétig nézheted a durcás hátát. Sose fogom megérteni a nőket, hát miért olyan nagy dolog? Hát a gyereknek ott van az oknia, meg az alsógatyája. Arra rádobom, egyébként naponta veszek tiszta boxeralsót. A gyerek nem kap el semmit, figyelj, ott kész, mész szállás. Összegatyázza a izé. Össze boxeralsózom a gyerek zokniát. A rugdalózó. Tudod, hogy nekünk fontos, hogy így mosunk, hogy gyerek cuccok, felnőtt, vidág, sötét. Akkor mi nem lehet ez a tartalmat? Ez miért fáj? De nekünk nem fáj, nektek fáj. Érted már, hogy milyen kemény asszony? De nem nekünk. Én meg... Most picit irigyellem. Csak legyél velem. Legyen. Ez az szerem veled, Valázs. Tudják meg, mi a magyarok istenem. Ki mit szakik a szagol? Na, drága, nekem azért megvan a sajátom. Nálatok is, mindenki a gyerekek. Persze. Ne hazudjuk, ilyen, mindenki. Csak az a baj, hogy nálunk egy picit felcserélődtek a szerepek. Tehát, hogy én meg azt kérzem, ennél jobban, mint nálunk. Tudod, amikor ott van, én hordom a szoknyát. Tehát, amikor nézem, hogy megszaporodtak a holmik a szekrényembe, úgy, hogy igazából nekem nem vettünk semmit már viszonylag régóta. Tehát, ezt tudjátok, én nagyon tudatosan vásárolok ruhadarabokat. És akkor elkezdem nézegetni, hogy na, ez a virágpólója, ez Móni pulóvere, mi a büdös francot keresnek az én szekrényembe, az én részemet. Hogy nem férek el a saját szekrény részemben, a saját kis cuccaim, mert hogy állandóan be vannak hajtogatva az ő holmiaik az enyémek közé. Miért? Miért? Jön. Egy főmártírok vagytok, mindannyian. Hallod? Te is főmártír vagy. Aha. Nagy butas ember, ne jelent. Hagy gratuláljak még egyszer. Ugye? Így. Így csak a szerencsések választanak. Én bizonyám. Beleúztál. Ha még tombolán nyerted volna, azt mondanám, hogy belenyúltál, de hát... Na, drága hallgatók! Írjátok meg nekünk, hogy nálatok mi, jó? De tényleg, ha a fokrém, ha a távirányító, ha a papucs az előszobában, az eldobott zokni. Tehát mik azok a pontok, amire tényleg nincs magyarázat, és az ember már nem is érti, hogy miért lett belőle akkora veszekedés, de egy pici, apró, hétköznapi, banális dologból tényleg akár napokig tartó óriási veszekedés is kerekedhet, ahogy ennél a kínai házaspárnál, akik azon vesztek össze, ugye, hogy rizs vagy tészta, és a nő majdnem kiugrott az ablakon, hogy öngyilkos legyen, mert nem kapta meg azt ebédre vagy vacsorára, amit szeretett volna. Írjátok meg nekünk, hogy ti mind tudtok nagyon összeveszni a párotokkal. Jó? Minden családban. Nem ér kamuzni, minden családban van ilyen. Tehát nincs olyan család, ahol ne lennének hasonló. Hát, mert hogy is mondjam, kritikus pillanatok, esemény sorozatok? Jó, egy pár hónap együttélés kell ahhoz, hogy ezek igazán elkezdjenek idegesíteni, de mindegy. Jó, írjátok meg ezt, de addig is nyomjátok ki azt a rohadt, büdös, vizes, mosogató szivacsot. Semmi baj, kinyomod, leteszed oda. Az egy góc, egy mindenféle baktériumoknak a góc. Senki nem mondta, hogy nem nyomod ki azt a rohadt szivacsot, kinyomod, csak nem kell ott külön föltenni. De miért? Mert ahogy kinyomod, ne nyissuk újra, ezt a fejezetet ne nyissuk újra. Csak egy 8 percet.
8 percet beszéltünk róla. Balázs, nem az asszony kemény, te vagy csicska. Na, ugye? Ez az igazság. Fél hét múlt már, nagyon rég, fél nyolc, csak 3 perccel. Menj ki, csókold meg. Megyek, szerelmem, hozom a kávédat. Ákos hírei után jövünk az SMS-ekkel. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:48 lesz pontosan. 3 perc múlva szép reggelt. Kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és egy kínai házaspárról beszélgettünk, még a hírek előtt, akik összevesztek azon, hogy rizs vagy tészta. És egészen meglepés fura módon a vita aztán odáig fajult, hogy a nő kimászott az ablakon, hogy ő bizony kiugrik, mert ha nem azt kapja ebédre vagy vacsorára, amit szeretne, már pedig tésztát, akkor kész, vége van, nincs értelme érni, és öngyilkos lesz, kiöltek a tűzoltók, és lebeszélték. És a hír első olvasása nyilván érdekes, kicsit talán megmosolyogtató, aztán amikor az ember belegondol, akkor rájön, hogy hasonló konfliktusok azért nála otthon is vannak, amikor egészen érthetetlen módon, ugye, egy hosszú, nehéz nap után, vagy a csajoknál, a frontoknál a nehéz napok, mit tudom én, valahogy a párok úgy ugranak össze, hogy egy kicsi, apró, hétköznapi, banális dologból óriási veszekedés lesz, aztán ahogy telnek az évek az együttélésnél, már tudod, hogy mi a fájó és érzékeny pontja a másiknak, és próbálod azokat elkerülni, de ugye nem mindig sikerül, hát egy pici bepillantást nyerhetetek a nehéz hétköznapjaimba. Hogy azt hiszitek, hogy csak csillogás, és csak siker, és mennyi minden jó, csak a fény, hát most láthatjátok, hogy azért nekem se könnyű. Nekem sokkal árnyaltabb már a véleményt róla. Én még egy utolsót szeretnék majd még kérdezni. Jó, egy utolsót majd később. Jó, még behozzuk. Közben jönnek az üzenetek, azok sincsenek elfelejtve, csak egy-két SMS, hogy hallgatóink mind veszekednek, mert ugye kértük, hogy írjátok meg nekünk, hogy mind veszekedtek. Azt mondja, hogy a zuhany csap csak balra állhat, a telefont addig nem vihetem a szobába, míg le nem törlöm, a törölköző nem lehet a fürdőben fürdés után, mert nem szárad meg másnap estéig. Tétény írta nekünk. A telefonnal mi a baj, hogy bacit viszel be vele, vagy még? Nem tudom, de én a durvább a zuhanycsap csak balra állhat. Tehát amikor lerakod a zuhanyt, akkor a feje csak balra állhat? Atya úristen! Tétény, akkor valószínűleg a csaja nem normális. Igen, kicsit, nem? Finom. Igen. Fiúk, az anyáknak mindig igaza van, mert a gyerek és a család csak akkor boldog, ha anya boldog. Ez abszolút. Így van. Azt mondja, hogy ez most nem tudom, hogy üzenet vagy a témánkhoz kapcsolódik, mert kicsit mindkettő. Drága szerelmem, édes Mártékám, azt a rohadt ropit miért kell minden este a fülem mellett ropogtatnod az ágyban? Szét tőle az ideg, csókol szerető férjed Zsolt. Ez egyszerre üzenet és egyszerre a hozzászólás a témához. Nekem bajom van a rövid távú memóriámmal, legutóbb a páromnál az verte ki a biztosítékot, hogy a hűtőben találta meg a távirányítót. Azt mondjuk értem. A férfi mindig rendetlen, de az asszony a félig megrágott almát elől hagyhatja. Ez olyan, hogy a nők sosem pukiznak, írja valaki. Tehát, hogy mi mindig rendetlenek vagyunk, de nekik mindent szabad. Aha. Ugye? Párom zuhányzás után a vizes törölköző kendőt mindig a megvetett ágyon hagyja, és nedves lesz a takaró. Nagyon idegesítő, írja Gabi. Szóltál már érte? Vagy... Ez nálunk is egy másik érzékeny pont. Aha. De gondolom, hogy nem a Viki hagyja ott, ugye jól érzem. Nem, de látod, ez is olyan, hogy vagy félig tele van a pohár, vagy félig üres. Ugye Noelt kiveszem a fürdő vízből, törölköző csavarkrásba, viszem a hálószobába, leteszem, megtörlöm, fölöltöztetem, bepelenkázom, kisjáró, zokni, mindent föladok rá. Játszol vele, majd felemelem, és leviszem ugye vacsorázni. De hát a törölköző az ott marad. És egy ilyen bruttó másfél liter víz, ugye, hát azt úgy szépen átszívja néha az ágytakaró, mert hogy nekünk még ágytakaró is van, tehát rohadtul nem lesz is az ágynemű. Na már látom, keresztbe a szemmel jön le a lépcsőn. Venni. Na de hát a gyerekével van, érted? A gyerekkel foglalkozik, leveszi az anyja válláról a terhet, a tényleg fürdetem. Az a rohadt. Mi foglalkozunk a gyerekkel? Igen, főnök. A gyerek között vissza tudjuk vinni a helyét. Hallod? Na? Így van, édesem. Abszolút édesem. És ma este azonnal visszaviszem édesem. De miért nem azt nézed, hogy fürdetem a gyereket? Igen, hogy érted, hogy játszok kiveszem a kádból, hogy rám bízhatod, hogy megfürdetem. Mert neked csak alibi a gyerek, valójában a török között akarod otthagyja. Érted? Hát hol köt bele egy férfi? Engem nem érdekel, hogy ott marad a törölköző, vagy nem marad ott, ha ő fürd. Látted a terészedre a vizes törölközőt, és feküdj bele. Na ez már a maximális paranoia, hogy azt hiszi, hogy direkt oda teszem a törölközőt az ő részére. Hát mondjuk, leteszem a gyereket az ágyra, mit csinálják, az ő része közelebb van a fürdőszobához, nem? Mondjuk ilyenkor csak annyit kellene csinálnod, Viki, hogy egyszerűen megfordítani a takarót, hogy az ő része legyen a nedves. És akkor de majd nem lesz nedves, hát van takarójuk, a takaró fölött van egy takaró, egy ágytakaró, hát nem lesz nedves. Túl vagyunk biztosítva, senkinek semmi baja nem lesz, csak a női lélek egyszerűen ilyen. Senki nem sérült meg, igen, mindenki őrizze meg nyugalmát. Én berakottam a mosogatógépbe, akkor most rakodj ki te.
Hát egy-egy legyen. Uh-huh. Igen, szerintem viszont, ha te rakottál be, akkor rakodj is ki magad után, ír egy hallgató. Jóféle logika egyébként. Aki berak, az rakodik ki. Aki viszont... Ez jó, ez tetszik. Már nálunk is ez, ha te betetted, én kiveszem, vagy éppen pont fordítva megy, de akkor... Csináld is meg, akkor már vidd végig a projektet. A volt barátnőmmel azon veszekedtünk heti szinten, hogy szerinte a fogkefénk sörtéje nem érhet össze a fogmosó pohárban. Ha már reggel 6-kor hívott, tudtam, hogy ezért fog sipolni. Ezért úgy vettem fel a telefont, hogy kelljél te is reggel 4-kor, és legyen ez a legnagyobb gondunk. Aha. Ez legyen ez a legnagyobb gondunk, ez az én dumám. Tehát ezt minden nap tolom. Hogy bárcsak mindenkinek ennyi gondja lenne, hogy ott maradt a vizes törölköző az ágyon. Hát nincsenek valódi problémák. Abba belegondoltál, hogy vannak féllábú emberek is? Az a baj, nem megy át az üzenet. Figyelj, mi lenne, ha mondjuk az SMS írója megpróbálkozna két pohárral, és mind a két pohárba egy-egy fogkefe lenne, és nem érnének össze soha. De az nem normális. Ja, az meg nem, valaki... az meg, abban meg nincsen, abban nincsen benne az oldhatatlan, ez az érzelmes, a szeretet, a két összeérő fogkefe. De az nem normális, azt mondjátok meg, az nem normális, hogy valaki azon parázik, hogy a szerelme fogkeféje hozzáér az övéhez. Hogy ez gond? Sok helyen gond. Uh-huh. Jézus. Na most gondolod már át, hogy... Brutálisan meg vagyok feszítve, ha esetleg Viki fogkefével mosok fogad. Tehát az... Ugye? Ned, mitől nevezes a fogkefém? Nem szokott fordulni? Hát valami tud, álmos vagyok, lusta vagyok, látom, hogy ő megkeni magának, hopp, de jó, hogy megkent fogkefe, gyorsan fogad mosok. Hát nálam ezeket az élet, rövid ahhoz, hogy ilyeneket szorongjunk. Az élet ilyen, hopp, egy megkent fogkefe, hát biztos nekem kente meg. Hopp, egy tiszta bugyi. Kicsit bánni. Kicsit nyom, de milyen jó cickom van. Ezeket felkapom, érted? Hát egy csomószor indulok egy szoknyába, és a garázsba jövök rá, hogy ezt nem nekem készítette ki. Szóval ezek kellenek, hát nem, igen. Próbáld meg a végén bedobni azt majd, most, hogy majd, ha már nem hagyom itt a vizet körül között, igen. Akkor hogy fog hiányozni? Igen. Nálunk a férjem szerint válók, hogy a nadrágom, ami egy sima, kényelmes otthoni viselet, micsoda, én a kávé ivás közben a pohárban maradt kanálon akadok ki. Aha. Ezt nem értem. Aha. Na mindegy. Nem értem, hogyha kimosok pár ruhát, ami SOS kell, és kitereget úgy, hogy előtte nem szedtem le a már megszáradt ruhát, akkor ez miért tragédia? Mindkettő ugyanúgy ruha, nem bántják egymást. Szerinte nem így van. Tehát, hogy le kell szedni előtte a szárazat, mielőtt ugye kiteríted, vagy kiteregetsz. És pedig van még rajta hely. Uh-huh. Hát miért ne férne fel? Igen. Párom abban elfáradt, hogy egy 3/4 órában megmutattam neki a karácsonyi ajándéklistát, míg az összeset én szereztem be, azt hittem megfojtom, Szilvi küldte nekünk. Barátnő megtanított, hogyan vegyem le az oknimat, régebben általában csak lerántottam a lábamról, és nem fordítottam ki, ez fél órás vitába torkolt, mostanában megoldja úgy, hogy kidobja a lakásból az utcára az oknikat, ha nem veszem le időben. Nekem ez tetszik. Megvan ellened a fegyver, csak mondom, mert láttam csillogni a szemet. Az üvegajtó, vagy az üveg mögött. Most mi rosszat mondtam? Az okni, nem, hogy ez lesz nálatok is, repül ki, ami nem úgy van a szennyesbe. Ezt akartam egyébként kérdezni, hogy az okni probléma, hogy ha kifordítva kerül be a szennyesbe, az dráma, ugye? Azt hiszem, nem szeret a feleséged. Téged? Hát micsoda? Most 3 napig háttal alszik nekem. Tudod, milyen magányos leszek este? De nem baj, az adás jó volt, én erre gondolok. Legalább csináltunk egy jó adást. Az hallgatók nevettek, mindent értetek. És meg drágám, csak adás miatt kellett. Ne vessetek csak a nyőrmorunkon. Gondoljatok rám este 10-kor, milyen magányos vagyok az ágyamban, ahogy fekszem. A kis paplanommal, a kis párnámmal. Senki nem szól hozzám, büntébe vagyok. Ne erre gondoljatok majd. Így van. Te is majd az SMS mennyiséggel fogod végigasztalni magad. Nem baj. Hát a hallgatók élvezték, és ez a lényeg. Hát igen, szóval, hogy na, azért ebből az SMS áradatból kiderült, hogy sok baj van sok helyen. De hát erről szól az együttélés, nem? De az utcára kidobott zoknit nekem nagyon tetszik. Ott már tényleg azt lehet érezni, hogy elfogytak az épészérvek. Tehát, hogy ott már nincs a kommunikáció. Jó, még egyszer kidobom. Igen, kidobom. Ott van ki. Feleségem úgy mossa a fogát, hogy közben nézi magát a tükörben, megörülök, ezáltal tiszta fogkrém lesz a tükör. Klasszik. Uh-huh. Hát a csajok így mosnak fog. A cipő talpába beszáradt sár, amit reggelente végig hordanak az egész házban, írta nekünk egy másik hallgató. Az én barátnőm azon is összeveszik velem, ha kicsit jobb nő van a tévében. Gyönyörű. Jaj, Istenem. Kaptuk ezeket is SMS-ben. Na jól van. Erről ennyi témát lezártuk. Köszönjük szépen. Máshol is van baj. Ez mindig megnyugtató. Játszunk, jó? Óven bácsival játszunk, és egy hallgatóval már is. Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakok vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a Párafarm csalogányai. Jó reggelt, Zita, hello! Jó reggelt!
Hello, honnan hívtál minket? Debrecenből. Debrecenből, mit csinálsz ott? Éppen az egyetemre tartok a villamoson. Ó, és mi leszel majd, ha elvégzed? Kommunikáció és média szakon vagyok. Aha. Úgyhogy... És mi leszel? Hát remélem, hogy szerkesztő. Szerkesztő. Aha. Szerkesztő leszel. Uh-huh. Tévés? Szerintem. Tévés? Rádiós? Rádiózás jobban tetszik. Uh-huh. Az, ami... nekem jobban fekszik, szerintem. Hányadikos vagy? Most kezdtem, most vagyok első éves. Első éves. 18. 19. Ne haragudj, hogy Jézusom. Van elment az idő. Igen. Van az akkor, amikor az ember még öregíti magát, aztán van az akkor, amikor már ugye kevesebbet mondasz. Ez klasszik. Hát igen. Ez klasszik. Jól van, Zita, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Berulnének. Figyelj. Hát megmondhatatlan. Tusol. Jó régi filmet kaptál, szerintem nem is éltél, amikor ez megy. Ez egy filmzene. Én nagyon szeretem. Volt már feladvány egyébként. Nem többször, mint négyszer. Figyelj. Igen. Úristen. Hát ezt sosem fogod tudni. Hát nem. Mutatjuk még egyszer. Adhatsz hosszabbat, Zsül, nyugodtan. Ez egy nagyon régi film. Én szerintem nem, tényleg nem is éltél, amikor ez volt. A főszereplőt ismerheted a Penge filmekből is. Nem szeretem az ilyen horror filmeket, szóval. De ez nem horror, ez nem horror. De ez a film az nem az. A Penge volt az. Chris Christopherson játszott a főszereplőt, és akkor már tényleg csak a címet nem mondtuk meg. Hát nem tudom, sajnos. A kamionosok szerintem most dudálnak. Ez az ő indulójuk. Nincs meg, nincs meg. Nincs. Hát, ha így nincs, akkor... Nincs. Ez a Konvoj című film. Nem is hallottál róla? Nem. Nem, gondolom. Persze, nem, mondom, nem éltél, amikor ez elkészült. De majd is az illető 36-ba született. Hallgass meg a refrén, figyelj! Olyan négyszer volt már feladvány. A zene az ismerős amúgy. Azaz, a Konvojnak a zenéje. Szerintem a kamionosok most mindenki dudál az úton, amikor ezt hallja. Elhiszem? Ez. Na, Zita, hát ez nem sikerült. Hát nem, sajnos. Nem. Milyen nem. filmeket nézel, vagy mit szeretsz? Mondj valamit, amit te most láttál itt 19 évesen. Én amúgy szeretem a régi filmeket. Uh-huh. Már milyen régeket? Hát... Mondj egyet. 2000-es évek legeleje. Mindenket a régi Harry Potter, igen. Én például nagyon szerettem a Tenkes kapitányát is. Na ezzel most meglettél. De jó az pedig ennél sokkal régebbi. Ezzel igen. most meglettél, igen. Igen. Zita. Apukámmal mindig azt néztük. Te vagy. Akkor Fater szerette jobban. Fater jobban szerette, de nézted, mert gyerek voltál, igen. Nem, én nagyon szerettem. Jó is volt. Az ismétléseket is, igen. Jó is volt. Puszi Lu, nincs ajándékcsomag, köszönjük, hogy hívtam. Nem baj, én is köszönöm. Ciao. Sziasztok. Szia. Egyébként a zene jó. Nagyon. Itt az ideje egyébként, hogy ebből a filmből is csináljunk egy jó réméket. Igen. Igen. 5 perc, pontosan 8 óra, jövünk vissza a hírek után, és beszélgetünk majd arról, amiről ugye lehet hallani a hírekben, hogy kiket talált a tech, megpróbáljuk kideríteni, hogy valójában kiket találhattak. Ugye 6 gépfegyverest kaptak el a hétvégén, állítólag fegyvergépfegyver bomba volt náluk. És felhívjuk Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértőnket is, akivel többször már beszéltünk itt adásban, aki elmondja, hogy mire lehet számítani, mennyire komoly az a fenyegetés, amit a különböző vásárok kaptak, mit gondol erről, menjünk, ne menjünk. Jó-e most például a győri vásárba elmenni, vagy a sznoboknak a bécsi vásárba elmenni? Mindenképpen, természetesen. A győribe. Így van. Olyan 6-kor lesz pénteken a hivatalos megnyitó. A főpolgármester, illetve a polgármester úrral nyilván. Mert most már jár nekem alanyi jogon, hogy együtt dugjuk be majd az a hosszabbító végét. Valós veszélyek ezek, vagy azért ne hagyjuk magunkat megfenyegetni, és menjünk vásárba. Szóval erről beszélgetünk Péterrel, majd Ákos híre jut. És most. Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggelt! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 8 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel, szép reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak, itt vagyunk.
A klasszon, és folytatjuk tovább a reggel, sütan a Budapesten, reméljük ez sok helyen így van. Így van, a kékestetőn is. A kékestetőn is így van, sok a szúnyom. Győrben? Nyáron. Nyáron sok Győrben. Győr, most is csodás, de milyen csodás lesz, mert péntek este 6 órától, amikor felgyúlnak a díszvények, a díszvilágítás. Az milyen szép lesz. Gyönyörű lesz. Kifolyt az agyam ettől a szeleteléstől. De Nicki Minaj jó, meg szeretjük, nincs vele baj, csak ez kemény volt, nem? Gyerekek imádják, az egész világ imádja Nicki Minaj. Így van, nagy sztár. Akkor én nem hatalmas vagyok a világ. Nicki Minaj. Nem? Na. Nézzük van gyorsan. Az a dollár mennyiség, amiért elnéznéd neki a szeletelést. Nézzük gyorsan a közlekedési híreinket. Százhalombatta után a 28-as kilométer követ elhagyva Ercsi felé a régi hatoson mérnek. Karesz küldte nekünk. Lézersót tartanak a rendőrei kápolnán. Bozót arc üzente. Te is írtál, Feri, SMS, nem is tudtam. Bozót arc. Bozót arc. Bozót. Bozót arc. M43-as 7-es kilométerek kövénél, Temesvár felé. A belsősában törött autó, mindenki vigyázzon. Aztán Nyíregyháza, az Lesben áll egy cápa. Jézusom, ne légy! Szinte felfal a kamerája. Tehát Nyíregyháza, Károly jut a rendőr, autóban kamera. Csikánó küldte nekünk. A 140-es kilométernél mérnek az M1-esen a felüljáróról, méghozzá Budapest felé haladókat. Mészi üzente. Lánymási hídon Pestről Budafelé a Pest hídfőnél 3-as ütközés Fradi pályáig áll a dugó, paca küldte nekünk. Mecseknádasnál a Szerpentinen a 6-os úton Pécs felé autó fejtetőn. Mindenki vigyázzon, Szotya üzente nekünk. És szalakorlátot cserélnek az M3-ason. Réka kérdezte, hogy ez meddig tart. Na, és gyorsan akkor egy-két üzenet, mert hogy ígértük nektek, illetve mondtuk, hogy ha már itt mindenki mindenkinek üzengetett reggel, akkor legyen ez az üzenetek 2 órája. 9-ig küldözgethettek egymásnak. Soha semmilyen üzenetet nem szoktunk beolvasni, de ma reggel valahogy úgy indult a napunk, hogy mindenki üzengetett mindenkinek. Egyik közlekedési SMS-t író a másiknak, egyik hallgató a másiknak. Mint ha itt se lettünk volna, csak rajtunk keresztül folyt át az információ, és azt mondtuk, hogy rendben van, ha ma ilyen üzengetős kedvében van az ország, akkor teret adunk ezeknek az üzeneteknek, és bárki üzenhet bárkinek bármit. Átadjuk. Igen. Pumpa anyukának üzeném a nagy húsboltba, hogy ne egyen bele a kocsonyába. Roberto küldte nekünk. Köszönjük szépen. Egyen. Üzenem a feleségemnek, megfejtettem az este, miért mondta, hogy leborotválta a nuniát. Kérdezte, tudod, hogy ez mit jelent? Én megmondtam, igen, tudom, eldugult a lefolyó. Üzenem 3 éves pici fiamnak, Dávidkának, hogy ne dugd el megint az órámat a szekrénybe, mert apának nem lesz órája 3 hónapig. Amúgy imádlak. Laci küldte nekünk. Ritának üzenem, hogy Pestről estem le Győrig az M7-esen, mindkét irány jól járható, Jani Győrben már a testfestett félmeztelen krampusz lányok várnak. Igaz, itt a 80 plusz évesek is itt lesznek, mert bali kedvéért a 20 évesek Bécsben vannak. Uh-huh. Ezt pékülte nekünk. Öltözkedjetek fel rendesen, lányok, a családdal megyünk. Igen. 3. kerület, Hunyad utcai szomszédom. Amikor beköltöztetted a csirkéket a kiskertedbe, az még szimpatikus is volt, mert kölcsönzött a környéknek egy kis vidéki romantikus hangulatot. Azt mondja, hogy vasárnap 7-kor nincs szebb, mint felkerni a kukoricadarálásra. De hogy elkezdett hanyagolni a tisztításukat, és a teljes környék elkezdett szarszakban úzni, az már határeset volt. Most, hogy beköltöztek az egerek a környező házakba, már túlmutat mindenen. Tehát ha nem kerülnek fel azok a kedves szárnyasok az ünnepi asztalra, hamar kapirgálóval fölfelé találhatod őket. És ez nem véletlen, és nem is az égitestek szerencsétlen együttállásának lesz köszönhető. Egy rajongó szomszéd küldeztek. Baj van a csirkékkel? Hát, baj van a csirkékkel. Gyurikának üzenem, hogy nem érem el, de nem sokára ott vagyok. Töltse ki az erdét, mert bitank hideg van. Szilvát ne, inkább kiugrom az ablakot. Adórián küldte nekem. Ha? Egy pálinkázás. Egy jó pálinkázás? Ha? Igen, nagyon jó. Egy jó pálinkázás. De a Szilva minőségével nem volt elégedett. Hát, legyen barack, akkor tudom. A Szilva nem volt jó, igen. Üzenem Tündinnek, hogy keljen fel, remélem még alszik. Aha, kedves, korrekt. Végre egyszer aludhat. Igen. Rózsásnak üzenem, ne fagyoskodjon, igya meg a forró teáját. Szeretlek, rossz csontom, Tigris a bajnok. Tigris a bajnok! Tigris a bajnok! Jaj, de üzenem. Attilának üzenem, hogy hívjon már fel. Anita vagyok egy dohányboltból. Viktornak üzenem, hogy sajnálhatja, hogy cserbe hagyott. Azóta sem értem. Ezt Móni küldte nekünk. Hát igen. Szóval jönnek az üzenetek. Zsanettnek nem írja valaki, hogy legyen szombat 5-kor a szökőkútnál? Azt nem. Az már. Hol van az?
Igen. Tisztelt Horváth Dénes úr, üzenem, hogy elkészült a kések élezése. Kérném önt, hogy 2 hét eltelte után végre jöjjön érte. Köszönettel. Valamelyik Hámán műköszörűs mester. Lehet, hogy konzervai élet mostanában. Nagyon, nagyon szeretem. Nagyon szeretem. Hegedű Csabának üzenem, hogy semmi köze a haragomnak a mai vacsihoz. Én megbocsátó vagyok, csak a csaj nevét akarom tudni. Vacsira rizses hús lesz. Hát vannak olyan üzenetek, amiket mi nem értünk. De hát azért... itt egy mellényúlás volt, úgy érzem, egy kicsit, apu más felé ment. Amikor ezt rizses hússal torlod meg? Hegedű üzenem, semmi köze hát, a haragomnak a mai vacsihoz. Én megbocsátó de vagyok. Csak csaj nevét akarom tudni. Aha, Csabi egy kicsit. Szerintem. Szereti a szedred, de megkóstolta a málnát? Mondhatni? Hát, így, igen? Átnyalt oda is. Picit? Egy friss heperke helyett, ott hagyta a friss áfonya helyett. Bizony, ja, így már rizses hús lesz, amivel nincs baj. Jaj, de jó. Hmm. Jani, te voltál a kedvencem, de egy seggfej vagy. Ja? Hmm. Igen. Sziasztok. A feleségemnek üzenem. Anyuci, dehogy is iszom. Hazamegyek, smacizunk. Gyuri küldte nekünk. Na jól van, oké, hát ezek voltak az üzenetek. Valahogy tényleg így indult a reggel, hogy ezeket kellett közvetítenünk. Kortyoltam egyet. Igen, halljuk. Igen. Milyen? A hangból és mi is erre következtettünk, hogy valami hasonló történhet. Jóféle kis teácskám. Vikitől kaptad? Akkor mégis szeret az előző óra után is. Látod, ez az igazi szerelem. Ez. Hogy még ezek után is kapok. Hogy ezután is hoz neked teát. Nem tudta, mi van abban a teában. Brómban menne. Nem akarom kibeszélni, de egyébként konkrétan azt mondta nekem Viki a szerkesztőségben, hogy viszlek be filtert is, mert ez megissza a meleg vizet. Gyerekek. Megvethettek engem azért. Nem akarunk. Mert meleg citromos vizet iszom minden. Igen, de ez teállal készült, csak még nem volt kész, érted? De ez nem azért van, mert elfelejtek bele filtert rakni, hanem egy jó pohár, meleg, forró citromos víz. Mit csinál? Beindítja a bélmozgásom. Nem. Ez így van, nem szabad reggel hideget inni, mert sokkolja a gyomrot. Reggel a meleg az, ami elindítja a bélmozgást. És a kínaiak, a japánok nem véletlenül isznak reggel forró, tisztított vizet, kis citrommal, semmi más nem tesznek bele, cukrot, mézet, semmi nem kell a gyomornak, csak forró víz. Nagyon kellemes. Felmelegíti a gyomrot, tüzet ad a gyomornak, ugye? Tüzet. Megérkezik a tűz a gyomorba, és az aztán elindítja az emésztést. Aha. Ezt vallják a kínaiak és a japánok, akik azért nem hülyék, hogy reggel be kell gyújtani a motort. Be kell robbantani. Hány fokosra melegíted reggel? Be kell robbantani a reaktort. Tüzet kell tenni a reaktorba. Nem tényleg, tehát hogy forró vizet kell, forró teát, de lehetőleg forró tiszta vizet citrommal. A legegészségesebb. Az kell reggel a gyomornak. Nem szabad hideget inni. És akkor el is indul rögtön a dolog, vagy? Nem vezetnélek végig ezen az úton, hogy mi történik reggel, de nagyon-nagyon-nagyon jó. Próbáld ki egyszer, hogy forró tiszol reggelre. Nagyon. Azt kívánja a gyomor reggel. Tüzet kell. Nehéz így hülyeséget ezt találni egy ideológiát. Amitől logikussá válik az egész, és hihetővé. Csak hogy nem de te állat se rossz, nem? Higgyetek, hogy nem hülyeség. Ha forró vizet iszol citrommal, igen, az már-már majdnem olyan, mint a teát innél. Tehát a hülyén hangzik, hogy sima, igen, forró víz mindenféle ízesítés nélkül, aha, egy pici citrommal, hidd el, hogy finom. Próbáld ki egyszer. Nevesd el egyből ezt a gondolatot. És 9-kor már nem ugyanolyan? 9-kor már nem jó? Tehát ez csak reggel és gyomorra? Nem jó, hogy egyből kávézol. Például előtte vigyél folyadékot. Megiszol 1/2 liter, 1 liter meleg vizet, forró vizet citrommal. Mi? 1 liter citromos forró vizet megiszol reggel? Na nem már! Ez most ugye, a Viki van, akkor kapok bele filtert. Ha Laci van, akkor csak forró vizet iszol. De ez nem azért. Laci nem fecsol belém annyi energiát. Laci nem fecsol belém annyit, hogy még filtert Laci is tegyem. Citromot tenni. Na jó, de ez 3 deci, nem 1 liter. És de ez már most a második, és még jön a harmadik. És az már 6 deci. Na, és akkor már csak 4-et kell lenyomnod valahogy. Ha megiszom 3-at 3 decis pohárból, az mennyi, te hülye? 3-at 3 deci pohárból? Az 9, nem? Igen, az már majdnem 1 liter. Még de 1 decit még azért csak le kell, de akkor már befogod az orrod, és téged is lefognak, szerintem. Aj, mit tudtok ti az egészséges életről? Semmit, hála Istennek. Semmit. Tényleg, semmit. Rága hallgatok, bennetek hiszek, próbáljátok ki. Na, egy kicsit komolyabb témával folytatjuk, és megszólaltatunk valakit, aki segít nekünk eloszlatni majd itt a kétségeket, mert szerintem mindenkiben van egy kicsi. Ugye halljuk, hogy mi történik a világban, most már nincs úgy, nem is hét, meg év, meg hónap, hogy ne történne valami, hanem nap. Robbantanak Egyiptomban, robbantanak Tunéziában, teljesen friss az eset. Szörnyű volt a tegnapi nap, közben kiderült, hogy ugye a tekesek hétvégén elfogtak 6 fegyverest, akiknél fegyvert, robbanószert találtak.
Nekem több bajom is van ezzel, és szívesen el is mondom, hogy mi, ha érdekel benneteket, ha nem, természetesen akkor is, csak várok egyfajta megerősítést, hogy elmondjam. Nem főzünk szerintem, egy kávét. Szerintem egyszerűbb, hogy együtt sodródunk az árral, Feri. Legyen. Igen. Mondd el. Bajom van ezzel a tekes dologgal több is. Tehát egyrészt jelen pillanatban nagyon felfokozott hangulatban, idegállapotban van szerintem egész Európa a párizsi merényletek miatt, mi is, a fenyegetettség miatt. Tehát a terror, ami egykoron ugye nagyon távol volt tőlünk, és tőlünk messze található országokban robbantottak, ez egészen közel jött. Ugye? Gondoljunk csak tényleg a tunéziai, párizsi merényletekre, vagy a brüsszeli esetre, ahol tényleg egy héten keresztül háborús hangulat volt. Kérdezem én, hogy amikor ilyen dolog történik, hogy a tech talál valamit, valakit, és elkapják ezeket az embereket, akkor miért nem csinálják azt, hogy nem mondanak semmit, vagy elmondják, hogy kiket találtak. Szerintem ez a kommunikáció most a legrosszabb. Aha. Tehát ennél nagyobb parát tenni az emberekben, hogy találtunk valakit, de nem mondjuk el, hogy kik. Elkaptunk fegyvereseket, de nem tudhatjátok, hogy kiket kaptunk el egyébként, itt, ahol ti éltek. Robbanóanyag volt nálunk, de nem mondjuk el egyébként, hogy kit akartak felrobbantani. Nem mondjuk el, hogy gondolkodásmódú emberek, de azt, hogy milyen szempontból szélsőséges, azt sem mondjuk el. Nem mondjuk el, hogy magyarok, oroszok, ukránok, dzsihádisták, a menekültekkel együtt érkező afgánok, szírek. Én nem gondolom, továbbra is hangsúlyozom, hogy minden menekült terrorista lenne, nem szabad őket összemosni. De ez a mondok valamit, de nem is nyilatkozom, de azért elmondom, hogy robbantani akartak, és sok fegyver volt náluk, de egyébként nem mondok róluk többet. Ennél szerintem nincs rosszabb kommunikáció. Nem lehet, hogy az van mögötte, hogy mondani kell valamit, hiszen ha kiderül, akkor az nyilván altatás volt, de a nyomozás szempontjából még érdemes visszatartani információkat, mert lehet, hogy ők de többen ezek van. Fontos, tehát nem de tudom, amikor én el akarok menni egy karácsonyi vásárba, amikor igen. Mindenhol robbantanak, amikor emberek mennek most frekventált helyekre, mert jönnek az ünnepek, amikor gondolkoznak azon tényleg magyar emberek, hogy menjek a győri vásárba, nem menjek. Elmenjek-e Bécsbe, nem menjek. Látom-e még a gyerekem, nem látom. Valami hülye éppen ott akar robbantani, nem akar robbantani. Akkor nem kellene őket megnyugtatni, hogy átutazók voltak, nem Magyarország aha. Volt a célpont, felgöngyölítettük, de természetesen előzetes letartóztatásban vannak. Vagy igen, mindenki vigyázzon, elkaptuk őket, Magyarországon akartak robbantani, nem tanácsoljuk, hogy frekventált helyekre menjenek, mert ezt is ezt akarták. Tehát ez a mondok valamit, de mégsem mondok semmit, csak jól megijesztelek. Ez szerintem most a legrosszabb. Azt akarják tanácsolni, hogy mondjuk adott esetben ne utazzál el ide, ne utazzál oda, és ehhez kell ez a hír, hogy ezt a tanácsot alátámasztják, akkor oké, mondják. De ha valakit lekapcsolna, én azt gondolom egyébként, hogy nem is feltétlenül kell egyébként ebből hírt csinálni, nem is kell ezt közölni a sajtóval, mert hogyha van egy olyan szervezet, aki mondjuk adott esetben titkosszolgálati eszközökkel is dolgozik, akkor az végezheti úgy a munkáját is, hogy egyébként nincsen az újságoknak a címlapján, vagy nincsen a tévéműsorokban, ott végezze a dolgát, és akkor mi nyugodtak vagyunk. Vagy mondják el, hogy kiket találtak. Vagy ha beszélnek, akkor mondjanak tényeket. Mert azért az, hogy ilyen állapotban és ilyen helyzetben, egy 6 fegyveres egy lakásban egyébként fegyverekkel, robbanószerekkel felfegyverkezve, lehet, hogy itt valahol a Kodály köröndön, a Calvin téren üldögélt, és nem tudod, hogy mit akarnak, nem megnyugtató. Ugye tek tudjuk, hogy a kiemelt személyek védi politikusokat, köztársasági elnököt, stb. De hogy én értem, hogy fokozták az ő védelmüket, és fokozzák a kiemelt személyek védelmét, de hát azért ez bennünket, hétköznapi embereket kevésbé nyugtat meg. Egészségükre, de egyébként ez minket nem érint. De akkor most azt mondod, hogy ha ők ez a feladatuk, hogy védik a kiemelt személyeket, akkor ez a 6 ember, ez egy kiemelt személyt akart kinyírni? Jó a kérdés, hogy ha te kaptál őket, mert ők a kiemelt személyeket védik, akkor lehet, hogy ők nem tudom, az Orbán ellen, vagy az Áder ellen, vagy nem tudom, a legfőbb ügyész ellen. Nem ők védik. Akkor majd a legfőbb ügyész ellen akartak elkövetni valamit. Az se jó. Egyáltalán nem jó. Tehát senki ellen ne kövessenek el semmit, nyilván. De hogy és az ember ül hülyén, nem? Elolvasod ezt a hírt, és az a hát ez már nagyon közel van. Ez igen, már az ez itt volt. Meg egyébként pedig én megkockáztatom, hogy ebben az esetben, tehát hogy abban a helyzetben, amiben most vagyunk, pont ezek a kiemelt fontosságú személyek vannak a legkisebb veszélyben. Mert hogy a terroristáknak nem ők az elsődleges célpontjai, hanem pont azok az ártatlan emberek, akik mondjuk egy adott helyen nagy tömegben tartózkodnak, mert sokkal könnyebb közéjük vegyülni, az ő közelükbe férkőzni, mint ezeknek a kiemelten fontos személyeknek igen. A közelében. Na, mindjárt mindent megkérdezünk. Nyilván a tekes dologról lehet, hogy ő sem tud mindent, de a vásárokról, a fenyegetettségről egészen biztos, hogy többet, mint mi. Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő.
Jó reggelt kívánunk, hello Péter! Sziasztok, jó reggelt! Nagyon-nagyon parázsvita volt, és rengeteg kérdésetek volt, ahogy így belehallgattam a beszélgetéseteket. Ó, hát te még akkor igazán parázsvitát nem hallottál, mert ez most még csak elmélkedtük. Akkor te a vizes szivacsos történetet még nem is hallottál. Akkor az előző egy óra kimaradt. Az eddig kimaradt, így van, ebbe igazatok. Na, melyikkel kezdjük? Szerintem kezdjük ezzel a tekes dologgal, aztán majd beszélünk a karácsonyi vásárokról. Tudom, aztán a Feri helyre tett, és igazam van, hogy a köztársasági elnököt más védi. Így van, a készenléti rendőrség. Így van, neki saját csapata van. De mégis, te mit gondolsz erről a tekes történetről? Nézd, így hallgatod benneteket, tehát egyrészt rengeteg olyan kérdést mondtál, Balázs, ami én azt gondolom, hogy jogos, de van egy szakmai irány, amit ilyenkor figyelembe kell venni. Én azt gondolom, hogy ennek a kommunikációnak a kapcsán nem akarta már a rendőrség és a TEK sem visszatartani azt az információt, hogy a hétvégén elfogtak valakiket. És azt kell megérteni a hallgatóknak, hogy ilyenkor az első 72-120 óra a legizgalmasabb és a legpergősebb nyomozási szempontból. Ilyenkor alapozzák meg azt leginkább, hogy egyébként maga az a bűncselekmény típus, és ez bármire, tehát most ne csak erről beszéljünk, akár egy emberölési bűncselekményről, vagy egy nagyobb rablás kapcsán, hogy mennyire áll meg, most egy kicsit így szakmailag fogalmazva az úgy a későbbiekben, akár a bíróságon is. Tehát ilyenkor hihetetlen módon pörögnek a nyomozási események, és ezért van az, hogy bármennyire is idegesítő és jogosak a kérdéseid, van egy alaptájékoztatás, ami néha szűkszavú, és bosszantó, ennek ellenére ez tényleg a nyomozás érdekében történik, mert hogy nyilvánvalóan ezek az emberek, akik el lettek fogva, vannak ügyvédeik, tehát teljes egészében a büntetési eljárásról szóló törvény kapcsán nekik van védekezéshez joguk, és ezzel élnek is, és rengeteg információt próbálnak ilyenkor megtudni, hogy mennyit tud a másik oldal. Tehát te, meg ti rutinos riporterként, rádiós, tévés emberként, az első kérdésetek az lenne felém, hogy na mióta figyelték ezeket az embereket. Na most, ha én erre precízen válaszolok, akkor nyilván ez az információ kb. 3 másodperc alatt jut el ezekhez az emberekhez, akik ebből levonják azt a következtetést, hogy na akkor igen, mit tudom én, 3 hónapja, rövidebb ideje, vagy hosszabb ideje, akkor mire kell számolni, hogyan védekezzünk. És a védekezési taktikájukhoz ad tulajdonképpen támpontokat saját maga a rendőrség és a TEK. Uh-huh. Ahhoz az ügyhöz kapcsolódóan véleményem van, tehát nyilván én se látok bele itt a lapok mögé, így fogalmazva. Én azt gondolom, hogy itt én nagyon-nagyon minimális esélyt adnék bármilyen fajta dzsihadista szára. Tehát én azt gondolom, hogy itt ez a fegyverlaboratórium, amit találtak, ez véleményem szerint, és ez a szimatom, most mondjuk így, tehát a képeket látva, amiket itt a médiában tegnap megmutattak, volt már ilyen, és működött ilyen Magyarországon, hogy van olyan kereslet Európában, amikor gyártanak bombákat. Nyilván a bomba eljuthat egyébként egy terrorszervezethez, de én azt gondolom, hogy ezeket az eszközöket nem itthon akarták használni. Úgyhogy ha egy kicsit megnyugtathatok mindenkit, tehát véleményem szerint el lehet menni a győri vásárba, azt hiszem ezt hoztat. El is megyek. Senki nem akar leszek meg ebben. De egyébként ilyenkor nem lenne célszerű, akkor pont a közvélemény megnyugtatása véget azt mondani, hogy ezek nem dzsihadisták, és hogy nem kell attól félni, hogy ezeket a bombákat mondani. Magyarországon fogják felhasználni. Srácok, néhány 10 óra is meg fogják mondani ezt. Csak azért volt érdekes szerintem ez a hír, hogy egy éve halljuk, akkor ezen senki nem lepődik meg. Csak ugye hetek óta azt halljuk, hogy nem vagyunk veszélyben, valószínűleg nálunk nem fognak robbantani, kiemeltebb mondjuk Róma, Berlin, Brüsszel, Párizs, London. Aztán ugye egyszer csak azt hallja az ember, hogy elkaptak 6 embert fegyverekkel, gépfegyverekkel, robbanószerrel, hát ez jelen összefüggésében talán ugye nem hangzik túl jól. Ezért mondtam azt, hogy jogosak a kérdéseid, persze. De azt értsd meg, hogy pont hétvégén, és én magam is egyébként értékelésben azt mondanám, hogy terrorveszélyeztetettségi szempontból Magyarország a terroristák ilyen céllistáján, most hogyha így fogalmazhatok, annak az alján vagyunk. Ha ebben bármilyen változás lenne, például emiatt az akció miatt, kötelessége egyébként a kormányzati szerveknek azonnal erről tájékoztatást adni. Tehát azáltal, hogy te nem azt kezdted hallani a médiában, hogy mit tudom én a 4-es szintről, a 3-as szintre, a 2-es szintre, tehát mivel ez nekik
törvényi kötelezettségük, hogy ezt meglépjék, azonnal megtapasztaltad volna azt, hogyha itt valamilyen ilyen szárra bukkantak volna. Tehát ezért mondatja velem, és a szakmai rutinom, és mondom a szimatom is, hogy én azt gondolom, hogy nem erről van szó. Nyilván van egy terrorveszélyeztetettségi szint Európában. A lista alján lévő Magyarország nyilván ebben nincs olyan szinten jelen, és ezért mondom azt, hogy nyugalmat és nyugalomra intenék mindenkit, hogy ehhez az ügyhöz kapcsolódóan ne aggódjon, várja meg ezt a néhány tíz órát, és szerintem egy nagyon precíz tájékoztatást fogunk kapni. Jó, hát ezt megvárjuk persze, csak ilyenkor a kérdések felmerülnek. Na oké, ha mi nem, de mi van a bécsi karácsonyi vásárral? Mert ugye azt hallottuk néhány nappal ezelőtt, hogy ők viszont igencsak veszélyeztetettek. Tehát ha a győri nem, János megnyugodhat, akkor a bécsi miért? Azt kell érteni, hogy Európában az elkövetkező hetekben rengeteg helyen lesznek ilyen vásárok, egyébként nem csak Bécsben. Tehát pont tegnap este az unokaöcsém hívott föl, ő Milánóba készül, van egy nagy kiállítás ott, és ők oda mennek ki, ez egy 10 napos nagy program, 3 millió ember megy oda, és ő is ezt kérdezte a Mitti, hogy kell-e félni valamitől. Egyébként apró betűkkel mondom, hogy ezeknek a terrorista stratégáknak pont ez volt a fő, másodlagos céljuk, hogy ez a fajta gondolkodásmód belopakodjon az életünkben, tehát sajnos ilyen szempontból azt kell mondjam, hogy sikerrel jártak. De válaszolva a kérdésetekre, én azt gondolom, hogy el lehet menni nyugodtan ezekre a rendezvényekre, mert hogy az egyik legfontosabb terrorista taktikai elem megszűnt, ez pedig a meglepetés. Tehát az a fajta meglepetés, hogy Európa félig meddig alszik, hát különösen Franciaország, hát mi is beszélgettünk január kapcsán, ugye 2015 január kapcsán a Charlie Hebdo-s merénylet után, és hát azt kell látni, hogy igazán azok a stratégiai lépések, amelyeket Franciaország akkor beharangozott, hát valahogy nem működtek, hiszen novemberben megtörtént ez a támadássorozat. Én azt gondolom, hogy még egyszer nem fog hibázni így Európa, mert az a fajta meglepetési előny, amiben ezek az emberek ide-oda tudtak úgy mozogni, hogy nincs csúcsra járatva a terrorelhárítás Nyugat-Európában, és ebbe Ausztriát is beleértem. Én azt gondolom, hogy ez most, és ez a hiba még egyszer nem lesz elkövetve. Illetve azt tudom nektek mondani, ha azokat az elveket betartják az emberek, amelyek egy ilyen utcai túlélés, már maga a szó is furcsa, de szokjuk meg, tehát utcai túlélésben egyfajta szabályrendszer, ha ezeket betartják, akkor én azt gondolom, hogy nem lehet. Na mindjárt beszélünk erről is, hogy egyébként, ha ez megtörténik, mit tanácsolsz? Csak azért ez egy elég érdekes dolog, hogy itt van most ez az úriember, aki ugye kitervelte a párizsi merénylet sorozatot. Számomra döbbenet, hogy egész Európa őt kergeti, és még mindig nincs meg. Tehát ez is egy nagyon érdekes és dolog. És még menekülni is látták. És még menekülni is látták, igen. Közben pedig az osztrákok nyilatkozták, ami azért nagyon kemény, hogy 250 honfitársuk ment Szíriába, és közülük már 70-en pedig visszatértek állítólagosan Ausztriába. És ugye pont a párizsi merénylet kitervelőjénél találtak egy térképet, ahol ugye több hát bécsi nagy vásárbe volt jelölve. Igen. Ami azért nem túl megnyugtató. Vannak tervek, ez így van. Azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg Nyugat-Európából rengetegen mentek a dzsihadista mozgalmak kiképző távolraiba, és nagyon-nagyon sokan harcoltak, és harcolnak most is abban a térségben. Egyébként ilyen szempontból a szomszédunk, Ausztria, úgy szintén nem kezelte jól ezt a dzsihadista mozgalom kérdéskört, és ilyen szempontból vannak veszélyforrások. Azért azt szeretném elmondani, hogy nagyon sokan a visszatérők közül azért jönnek vissza, mert hogy pontosan rájöttek arra, tehát hogyha olvastátok a híreket, vagy néztétek a híreket, hogy Ausztriából is eltűntek fiatal lányok, fiatal bosnyák lányok, akik ott éltek, tehát osztrák állampolgárok voltak, és például az egyiküket azért, mert haza akart szökni, agyon verték. Nagyon sokan jönnek haza nyilván, mert kiábrándulnak, igen. És nem csak, hogy kiábrándulnak, hanem rádöbbennek arra, hogy igazán ez mi is valójában. Mi történik tehát, ott valójában, igen. Így van. Na nézzük akkor, azt mondtad, hogy vannak szabályok, vagy elvek, amiket az ember betart. Még tételezzük föl, ott vagyunk egy bécsi vásárban. Egyszer csak lövéseket hallunk, ne adj Isten, hogy ez megtörténik, de muszáj erről beszélni, mert megtörténhet. Így van. Felfoghatok ott valamit, realizálhatok, hogy merre kell menekülnöm, vagy az ember menekül, fut, és azt csinálja, amit a tömeg mond, rohan a többiek után. Mire kell figyelni, vagy mit lehet csinálni?
Balázs, ami rosszabb helyzet, tehát itt mi magyarok ezekben a menekülési taktikákban, meg egyáltalán túlélési taktikákban nem járunk az élen, azt kell, hogy mondjam. Egyszerűen tapasztalati oldalról látom, hiszen csak a két vagy három példát hadd mondjak nektek, amit itt, ami itthon történt. Például volt egy lövöldözés másfél-két éve egy étteremben. Döbbenetes volt, amit így a belső kamerák, ezt egyébként a média is bemutatta, hogy reagáltak a magyarok. Tehát volt az egyik, ez a nekem halálom a katasztrófa turista, aki úgy érzi, hogy igazán nem történik semmi, és ő egyfajta golyóálló, vagy mellényt, vagy nem is tudom, önmaga is golyóálló, és elkezdte videóra, tehát ugye az okostelefonjával felvenni, hogy mit csinál tőle két méterre a plafonba lövöldöző ember. A másik, a kíváncsi, aki ugye menekül, de az ajtóból visszafordulva odalép a nagy ablaktáblához, ami egyébként be van sötétítve, és mivel ő azt gondolja, hogy befele nem lát, akkor nyilván kifele se látnak, oda megy és leskelődik az üvegen keresztül, hogy mi történik a helységben, és azt hiszi, hogy egyébként az üvegen nem lehet átlőni. A harmadik, aki egyfajta ilyen kataton állapotban ül, néz, és fel se fogja, hogy mi történik, és hát a legdurvább ugye a tipikus magyar, aki egyébként nyugodtan falatozott tovább, és igazán nem foglalkozott azzal, hogy ott mi történik. Ki van fizetve? Hát ki van fizetve, így van. Ne hagyjuk ott. És ne legyünk már kívül a krumplit. Tehát azt kell, hogy mondjam nektek, a legfontosabb az a szó, amit említettél, a menekülés, hogy fölfogjuk, és a helyzetbe lássuk azt, hogy ez tényleg valami olyan szituáció, ami nem egy filmbeli élmény. Tehát nagyon sokan egyébként, akik túléltek ilyen támadást és rosszul reagáltak, beszámoltak pszichológusoknak, pszichiátereknek arról, hogy ők úgy fogták föl, hogy ez igazán velük, nem velük történik. Tehát, hogy ők benne vannak egy helyzetben, ez olyan filmszerű, meg minden, és akkor ilyen szemlélődőként ott maradtak, és hát nézték, hogy ott mi van. Nem fogta föl az agyuk, hogy ez velük történik, hogy ez nem film, és hogy menekülni kéne onnan. És hát vannak ennek az alapokozatai, amit előfelsoroltam, tehát számtalan variáció, hogy hogyan maradnak benne ebben a szituációban az emberek. Tehát a legfontosabb, hogyha lehetőség van, akkor menjünk el, meneküljünk. Nyilván nem ész nélkül, tehát az, hogy egyfajta csorda ösztöntől hajtva nekiúrunk az üvegnek. Igen, ezen lehet venni, és egyébként a legtöbb helyen erre most nagyon komoly intézkedések lesznek Nyugat-Európában, például a nagy vásárokon, hogy óriási betűkkel tágítva meg mindent, tehát én ezekről hallottam, készülnek, hogy merre lehet úgy menekülni, amit tényleg biztonságos. Tehát nagyon-nagyon megszervezik azt, hogy pillanatok alatt el lehessen tűnni több irányban azokról a területekről. Érdemes például előtte egy kicsit úgy megnézni, tehát körbenézni, hogy hol is vagyunk egyébként, és nem csak ilyen tipikus magyarként egyfajta szájatáti módon besétálni valahova, és akkor ott nézni ki a fejünkből. Tehát egy kicsit felderíteni a környéket, hogyha lehetőségünk van, menekülni. A másik nagyon lényeges dolog, hogy elbújni, fedezéket keresni. Na most ebben megint van egy totál zavar. Tehát most hadd hozzam azt, amit előbb mondtam példaként, azt az úriembert, aki kukucskált befele az üvegen keresztül. Tehát attól, hogy a filmekben azt látjuk, hogy fölborítunk egy széket vagy egy asztalt, az nem fedezék. Az egy rejtekhely maximum. Arról nem beszélve, most a francia videókat nézve, ahol a lövöldözés volt, volt olyan, aki a fejét, vállát bedugta a szék és az asztal alá, és azt gondolta, hogy azért, mert ő nem lát senkit, ők se látják. Nem biztos, hogy ő azt gondolta, szerintem az ember olyan pánikban van, hát erre nincs felkészülve, nincs kiképezve, nyilván, hogy egyszerűen elemi emberi ösztönök azt diktálják, hogy bújjak el, ha nem látom, ő se lát, nem is hiszem, hogy gondolkozott az ember, hogy hát előti az adrenalin, és menti, ami menthető, és az életösztön dolgozik benne a túlélési ösztönnel, nem? Tehát, hogy ilyenkor azért tényleg bújja el, és ami nagyon lényeges, tehát meg kell különböztetnünk a fedezék és a rejtekhely fogalmát. Tehát attól, hogy te nem látszódsz, az nem biztos, hogy az a hely, az tényleg fedezék. Tehát egy asztallap, egy üveglap, egy ilyen sötét üveglap, vagy bármi, még egy ajtó sem igazán fedezék. Az egy rejtek hely, ami mögött tényleg nem látszott, de egyébként az átlőhető. Tehát mondjuk ne maradj az ajtó mögött, és kezdj el az ajtó mögött beszélni, mert oda küldenek egy sorozatot, és ebbe belehalhat az ember. Nagyon fontos és lényeges, hogy ha eltollaszolsz valamit, akkor tűnj el a nyílászáró, tehát az ajtó ablak irányából, mert ezek mindig megvezetik a tüzet, ez megint egy szakmai fogalom, ami azt
jelenti, hogy általában a terroristák ezeket a nyílászárókat tartják tűz alatt, tehát hogyha ott vagy mögötte, akkor megsérülhet. Fedezéknek mi minél sül? Hát mondjuk például egy vastag bárpult, ami tele van pakolva mindenfajta műszaki eszközökkel. Tehát, hogy ilyenek mögé célszerű elbújni, hogyha nincs esélye a menekülésnek. A másik nagyon lényeges az, hogy folyamatban kezeljük ezt az egész problémát. Tehát, ha nem tudunk menekülni, de van egy rejtek hely, egy fedezék, ami mögé elbújtunk, és azt veszük észre, hogy a tűz elment föl, kinézünk, és látjuk, hogy másfele mennek, akkor pattanjunk fel, és meneküljünk. Tehát erre is volt ugye egy videó az egyik francia kávézóban, ahol a pult mögött fekvő ember várt egy darabig, mentek a lövések, és egyszer csak, amikor volt egy pillanatnyi szünet, akkor a vele szemben lévő 80 centire, másfél méterre lévő lépcső felé szaladva eltűnt a helységből. Tehát ő észrevette, hogy egy pillanatra meglapult, és utána menekülni le. Ez így nagyon logikusnak hangzik egyébként, amit elmondok, és mégsem tudják nagyon sokan megtenni ezt egy támadás alatt. És hát van a harmadik szint, hát ez a legrosszabb, amikor sem menekülésre nincs esély, sem elrejtőzésre, és akkor viszont harcolni kell azzal, ami a kezünk ügyébe kerül, mert azt viszont tudomásul kell venni, hogy ezek az emberek tényleg öngyilkos merénylőként, tehát ők nem győzelemre, hanem pusztításra törekszenek. Nekik a pusztítás egyenlő ezzel a győzelemmel. Tehát ne gondoljuk azt, hogy itt akkor valami fair play mellett megbeszéljük, hogy akkor te most engedj már el, légy szíves. Tehát erre esély nincsen. Akkor viszont támadni kell, és ellen kell állni. Vannak olyan emberek, akik, és megint borzasztó, amit mondok, egy-egy lövést kapva, megúzták azzal, hogy föllökték az elkövetőt, aki ott állt az ajtóban, és így kipattanva az ajtón keresztül el tudtak menekülni. Higgyék el a hallgatók, hogyha az adrenalin dolgozik, az a lövés nem úgy fáj, ez tényleg így van, tehát nem akkora fájdalom, és így tudtak elmenekülni, tehát egy pillanatnyi ellenállás, és hogyha azt látjuk, hogy az elkövetőt föllöktük, harcképtelenné tettük, besült a fegyvere, lásd megint csak Párizs, ahol a hölgy nagyon jól reagált, odaléptek hozzá, a fejéhez szorították, vagy a testéhez szorították a fegyvert, csütörtököt mondott a fegyver, a terrorista hátralépett, arrébb ment, dolgozott a fegyverével, hogy az akadályt elhárítsa, és ezt a hölgy kihasználta, fölpattant és elfogadta. Nem akármilyen lélekjelenlét, erről volt videó, azt láttam. Ez nem biztos, hogy tudatos. Ez egyfajta életösszön, ami az emberben ilyenkor megszólal. De működött. Tehát nagyon sokan egyébként, mondhatnék egy másik túszhelyzetet, ami az Egyesült Államokban volt, megdöbbentő, le voltak térdeltetve egymás mellé a túszok, 8 ember, a 8 szétrobbant a behatolás kapcsán az üveg, ahol tehát egy ilyen figyelemelterelés volt. A terrorista elkezdte kivégezni a túszokat, ment egymás után az emberek mögé lépett, és a 8 emberből egy volt, aki azt a másfél méteres távolságot megtette, fölpattant és kiszaladt a helységből, a többiek ott maradtak térdelve, és tulajdonképpen hagyták, hogy azt történjen velük, amit a terrorista akart. Tehát igenis föl kell lépni, igenis küzdeni kell, nem szabad feladni, így van esély a túlélésre. Hát kicsit az volt a szándékunk, hogy megnyugtassunk mindenkit, és ez nem a te hibád, erről jó, hogy beszélünk, és köszönjük, hogy ezeket elmondod, csak ezt így hallva, amikor ez ennyire testközelben történik, jön, és az ember testközelben érzi, hát még azt is megkérdezi magától az ember, hogy ér-e ennyit egy vásár, akár, hogy kimenjen, bocsánat, vagy jobb idén itthon maradni. Bocsánat. De nem a te hibád, Péter, de hogy is, ezekről ezért kell beszélni, mert ez itt van, csináltunk úgy, hogy nincs itt, nem történhet meg velünk, de az a nagyobb hiba, erről beszélni, ezt fölvállalni, szerintem fontos. Úgyhogy... Ez így van. Én azt tudom mondani egyébként, tehát ezek sajnos a terrorista stratégiák olyan szempontból elérték a céljukat, hogy most már Európában erről beszélni kell. Ennek itt van az ideje egyébként, hogy erről beszéljünk, de tudomásul kell venni azt, és amiről nem beszéltünk, hogy eközben sok tízezer ember, akik ennek a szakmának a profi művelői végzik a munkájukat, és azt a fajta, amit előbb mondtam, meglepetést most már leküzdve, igenis készülnek arra, hogy ezeket a terroristákat és ezeket a terrorista szervezeteket most nagyon pestélyesen mondva levadásszák, és ez a munka folyik. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon komolyan készülnek Bécsben, mindenhol arra, hogy a biztonságot szavatolják,
És én azt gondolom, én magam is egyébként fogok menni Bécsbe, tehát menjünk ezeket a szabályokat észben tartva, lehet élni, és lehet normálisan a mindennapjainkat követni. Én azt gondolom, hogy ez a helyes is járható. Péter, nagyon szépen köszönjük. Jókat mondtál. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Szia, Péter. Köszönjük szépen. Biztonsági politikai szakértővel beszélgettünk. Bécsbe? No. Ez is snob. Tudtam, hogy ez lesz a vége. Azért ez kemény. Kemény, de fejezzük be azzal, amivel egyébként a Péter kezdte, hogy azért mi sokadik helyen állunk a terülőstek célpontjai között, úgyhogy azért ez megnyugtat. Igen. 3-4-9-an jövünk Ákos híre után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 6 perc múlva pontosan 9 óra itt vagyunk. Újra szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hosszú volt a beszélgetés. A legfontosabb mondatot megerősíteném, amelyben ugye az az üzenet, hogy az alkohol az egy fontos dolog és véd, hogy a bárpult megrakott üvegekkel a legjobb fedezék. Ezt megint kiúszta meg az alkohol. Ugye, látod, ott fogunk ülni a bárpultnál, lekucorodunk, lesz italunk, hogy átéljük a traumát, túléljük, tudjunk inni, és az a teli üvegeken elpattan a golyó. Ennyi. Leszűrtem a legfontosabbat, ugye? Megvagy. Megint ki lesz meg, aki kiszta. Jó, jó. Valahol szörnyű meg az ember próbálni mi humor belecsempészni. Értem, hogy miért mondod, hogy oldjuk ezt az egészet, de hát ilyenkor mi a választás a műsorkészítőnek? Vagy egyáltalán nem beszél róla, és úgy csinál, mintha mindig minden rendben lenne, és vidámkodik, vagy néha-néha behoz ilyen témát, és igenis megpróbál erről beszélni, tájékoztatni, felhívni a lakosság figyelmét, mondani, szakértőket megszólaltatni, hogyha ne adj Isten oda keveredsz, akkor legalább fel tud mérni, hogy mi van, és az élet ösztönön, és a agyadat elborított adrenalinon túl tudjál valamilyen olyan cselekedetet végrehajtani, ami segít ahhoz, hogy túléljél, ha egyetem van esélyed. Hát ha állsz egy bár előtt, és tüzet nyitnak, és lekaszabolnak semmi. Tehát az szörnyű. De muszáj ezekről beszélni, hát most már naponta hallod, hogy hát itt robbantanak, ott robbantanak, a tegnapi nap, a géplelövés, a tunéziai robbantás. Hát most már ezek... Most már ezek mindennaposak. És sajnos az a baj, hogy azért, mert annyira benne vagyunk ezekben az eseményekben most, még az olyan szituk, az olyan hírek, az olyan események is, mint valahogy valamilyen formán, legalábbis a tudatunkban összekapcsolódnak ezekkel a terrorcselekmények, amiknek egyébként nincsen hozzájuk köze. Hogy nem, meg hát rengeteg gyerek utazik, rengeteg családban, rengeteg gyerek készül külföldre, tanul Ausztriában, Londonban, dolgozik, engedd a gyereket, ne engedd, menjen, ne menjen, osztálykirándulás, bécsi vásár, karácsonyi vásár, győri vásár, mit tudom én. Szóval, hogy rengeteg dilemma, nem? Hát persze. Hogy az iskola viszi, nem? A gyerekedet ide viszi, oda viszi, kirándul, enged, ne enged, menjek, ne menjek, jó, nem jó. Szóval nehéz döntések, hát muszáj erről beszélni. Mi például, vagyis a lányom megközösszték, konkrétan egy ilyen utazás előtt áll most. Külföld? Igen. Mennek ki, vagy mennének ki. Hát majd meglátjuk. Milyen jó megoldás, igen. Na jó van. Vidámabb témával folytatjuk, mutatjuk a beugrót, jó? Hogy mit kell kitalálni. Nektek, drága hallgatók, hogy mi a hármasugrás feladvány, figyeljetek! Ez a beugró a hármasugráshoz. Újra! Hosszúak ezek, könnyűek, vagy én nem tudom. Hát meg olyan szavak vannak, olyan részek vannak, amivel egyből rájössz. Igen. Újra! Így tudod végigmondani. Nem baj, az egyszer kell megmutatni. Egyszer. Lépjünk a torkukra. Jó, egyszer mutatjuk meg. Egyszer mutatjuk meg. Írjátok meg, mit hallottunk. Jó előadó dalcím, bármi jó nekünk. Küldjétek el SMS-ben, mi pedig jövünk, Ákos, híre jutam. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt, pontosan 9 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és folytatjuk a reggelt, komoly témák, vidám témák után minden, sűrű a reggel, van sok minden belefért. Van itt minden, van ez itt minden. Tényleg páratlan egy műsor. Van itt minden, mint a győri vásárra. Ugye? Hát, ahogy mondod, péntek este 6 órakor a polgármester úr felgyújtja a díszkivilágítást. Most szeretném felszólítani Borkai Zsolt polgármester urat, hogy legyen olyan kedves, és küldjön egy meghívót, hogy a Vadon Jani ott lehessen, amikor begyújja a karácsonyfának a ízi világítását. Jó, tehát személyes megkeresést is várom. Előtte 5-től át akarom venni a város kulcsait. Igen. Ne felejtsétek. Meg legalább egy TT-kupé. Hát, te még nem hallottál az utánvételről, Feri? Megnézem majd ezt a győri vásárt is.
Hát, ahogy mész Bécsbe. Ahogy eljárnak. Járnak. Évről évre csodájára járnak. Szép. Az hát, gyönyörű. Szép. Minden másár szép gyerekeket. Jó a hangulat, elmész, ráhangolódsz. Csak a többiek még nem írtak. Hát nagyon sok. Hogy menjünk el hozzájuk is, mert hogy az is gyönyörű szép. Én egy picit furcsálom is. Na, azt mondja, hogy M7-es Budapest felé a székesfehérvári lehajtónál óriási jégtáblák estek az úttestre a kamionokról. Könyves Nándi küldte nekünk. M3-as 92-es kilométer Miskolc felé trafiban Sixty üzeni, mindenki vigyázzon. Aztán az M7-esen szintén a 153-as kőnél a felüljárón trafiban, szerintem mindkét oldalt nézzük, Lemtek küldte nekünk, köszönjük. Egér úton kifelé a Tétényi úti kereszteződés után szinte mérnek ki is Joe küldte nekünk SMS-ben. Ajkán a csopaknál most állt meg a trafi, sziasztok, NCH-s. Ajkán a csopaknál, ezt biztos tudják az ajkaiak. Gyömri út kifelé, Sárkánycenter után szintén trafi Zsolt üzeni nekünk, Győrben az Egyes Főúton a Mártirok út, Ipar út, Sarkánfehér Kordobából szintén drága fotók készülnek, Fóti küldte, M86-os 103-as kilométerénél szintén fotóznak, aztán a 37-es főúton a krematóriumnál Miskolc felé Fehér Korzából mérnek, DVTK küldte nekünk, Százhalombatta után a 28-as kilométert elhagyva Ercsi felé a régi hatoson szintén mérnek, gyerekek kint van, a rendőrség és nagy erőkkel hát méri a lakosságot, legalábbis a gyorshajtást, úgyhogy mindenki menjen óvatosan, ma különösen sok a trafi. Különösen sok a trafi. Hónap vége van? Így van, meg hát lassan év vége is. Bizonyám. Tudom, minden évre van egy kitűzött cél, hogy meg kell valósítani. Bizonyám. Nem tudom, hogy hogy állnak. Meglátjuk, nem tudom, hogy mennyinek kell befolyni a központi költségvetésben, de megvan adva minden évben, benne van a költségvetésben, hogy az ORFK büntetésekből ugye ennyinek és ennyinek be kell kötelező szerűen érkeznie, hát bele van számol, számolnak vele a költségvetésben, nem tudom, 40 milliárd, 60, 100, 150 milliárd, nem tudom mennyi. És van, utakon... van, bocsánat, szabad elég, hogy van az aulában náluk egy ilyen nagy tábla, amin így rakosgat, persze, nagy, nem, nagy, a hétfaj számláló. Igen, hogy hívják, vagy egy számláló, igen, egy nagy számláló, ami ki van írva, és akkor így hogy hívják, így pörögnek rajta a forintok. Így, vagy, így. Na, föl, vagy egy elektromos fal. Cél, a 40 igen, milliárd, mondjuk, és hogy mindig így nő. És alatta meg megy, vagy két oszlop van, megy. És akkor a tetején pedig az van odaírva egy 13. havi. Igen, és ott van a hónap fotósa, persze. Ez a kis Tibor. Akikre büszkék vagyunk, ez ott a kis Tibor a hónap fotósa. Aki brutálisan jó képeket csinált, igen. Igen, kis Tibor, főtörzsőmester, Csolna belterület. Ő csinálta a legjobb fotókat. Na, drága hallgatók, nem elfelejteni, hogy van egy játékunk is, ami egészen ugye december 4-éig megy, és azért december 4, mert egyrészt péntekre esik, és így két nappal meg tudjuk előzni ugye a Mikulás, és azt tudjuk mondani, hogy ezt a Mikulás, mi már december 4-én megszórtuk az országot. Te senki nem vagy. És... ugye a játék nagyon klassz, nem kell más csinálni, mint Mastercarddal vásárolnotok. És, illetve Maestroval, így van, és a Mikulás szót, valamint az összeget elküldeni nekünk SMS-ben, valamint a vásárlás után kapott ki szelvénykét azért megőrizni, hogy mi majd azért ezt tudjuk ellenőrizni. Ezt elkülditek SMS-ben, mi december 4-én ugye összesítjük az SMS-eket, és húzunk nyerteseket, és hát sok-sok millió forint értékben megszórjuk az országot mindenféle széppel és jóval. A teljeség igénye nélkül 3D Smart LED televízió, Xbox-szal és játékokkal ellátva. Játék vásárlási utalvány, 100 ezer forint értékben, ki kéne javítani a papíromra ezt a játékot, nehéz, igen. Nehéz. Élelmiszer vásárlási utalvány, 200 ezer forint dögölj meg, 200 ezer forint értékben, aztán 16 gigabájtos tablet, szemét, 64 gigabájtos, illetve nem a tablet szemét, kiváló, a tablet, hát fantasztikus, nem. Igen, 64 gigabájtos kártyafüggetlen okostelefon és egy családi wellness hétvége 300 ezer forint értékben. Bizonyám, nagyon sok boldog hallgatók lesz december 4-én, jó? Küldjétek a Mikulászót és az összeget, amennyiért vásároltatok. Ugye azt nem kell hangsúlyozni, hogy nyilván ettől már baromira nem kell félni, és célunk az is, hogy a kártyás vásárlás által okozott félelmeket egy kicsit eloszlassuk. Lehet, jó, biztonságos, nem kell, hogy KP legyen nálad. Vásárolsz vele, ha elhagyod, letiltod, akkor csak annyit hagytál el, amennyiben letiltás kerül, nem hagysz el készpénzt. Tehát baromi jó, szerintem azok is tényleg kipróbálhatják, akik mindez ideig nem fizettek kártyával, hogy nagyon praktikus, nagyon jó dolog, és nem kell, hogy egy csomó pénz legyen nálad, vagy kevés pénz ott a kártyád is. Nincs plusz költség vásárláskor, van, már mondom, mert egy csomóan ezzel meg. Így van, nem élnek már vissza vele, nem tudnak visszaélni. Figyelj rád a bank, vigyázz rád, úgyhogy nyugodtan tényleg próbáljátok ki. December 4-én pedig sorsolunk majd,
és megelőzve a Mikulást, reméljük, hogy sok boldog hallgatónk lesz. Így van, és azokról az appekről nem is beszélve, amiknek a segítségével, pontosabban ezt párosítva a kártyáddal, otthonról tudod befizetni a számláidat, és nem kell sorbálnod meg elmenni, ilyen például az iCheck. Igen, nekem van egy ismerősöm, tök jó, amit mond, ő azt mondja, hogy utálta a kártyás fizetést, azért fizet kártyával, és ez jó, ebbe bele se gondoltam, mert hogy ő hónap végén egészen pontosan meg tudja nézni, hogy mennyi pénzt költött. És ez kb. Baromi nehéz. Hogy ugye tud, értelemszerűen tudod, hogy mennyi a fizetésed, ha elköltötted, tudod, hogy mennyit költöttél. De nem költöd el az egészet, akkor ugye itt 500, ott 1000, 1500, nem tudod, hogy mire, mikor mennyit fizettél. Lehet, hogy azt tudod, hogy mennyi ment el, de nem látod a tételeket, hogy cigire, üdítőre, hasznos, haszontalan dolgokra mennyi ment. Míg ugye például, ha te kártyával fizetsz, és a legapróbbat is kártyával fizeted, akkor hónap végén egészen pontosan megjön a kivonat, és azon végig tudod ellenőrizni. Igen, ki tudja számolni, hogy mi az, ami fölösleges volt, mi az, ami jó volt, miből kell visszamenni, miből nem kell visszamenni, és a bank által küldött, ugye egy kis, hát mi ez, nem is tudom, levélke kivonat, alapján, kivonat. Bankszámla kivonat. Bankszámla kivonat alapján egészen pontosan vissza tudod nézni, hogy mennyit költöttél, mire költött, és mondjuk mennyi, 20 ezeret, 15 ezeret, vagy csak 10-et költöttél el mondjuk cigire. És ha látod, akkor... Ne nézzél talán... rám a ciginél, ne nézzél rám, jó? Hidd el, hogy nem reménykedem. Hidd el, hogy minden nap sapkákat nézek már, készülök az ünnepekre, Bánffy hajszeszt vásárolok, és imádkozom, hogy ne fázzanak meg a hajhegymát. Na, folytasd csak nyugodtan a játékról való. Nekem ez a hajó már elment. Én már csak azt várom, jöjjön az utolsó talent, hozzátok a borotvát, legyünk rajta túl. Már nem reménykedem menne, hogy egy brutális fecskével bejössz ide, rápipantasz. Tehát ezt én tudom, hogy ez, tudom, hogy ez elment. Jár, jár. Brad Pitt ment a levesbe, most már Vin Diesel az ász. Csak gyúrni kell hozzá. Az a baj, hogy nem Vin Diesel leszek, úgy fog kinézni, mint egy elfuserált 12 éves. Dehogy is. Nem, csak 10. Jól lakott óvodás leszek. Még nagyobb. Sapkasál? Igen, tudom, sapkasál. Igen, és visszajön, ami az elmúlt 10 évben, hogy a gyermekkoromat végigkísérte a minden karácsonyra sapka. Tehát szerintem már a rokonok, ismerősök, barátok horgolt, kötött, moherfonából készült sapkát, sálat fognak nekem menni. Mert tudják, hogy nem megyek majd kez utcára a sapka nélkül. Muszáj lesz sapkát volna. És jön a de helyes kis süni vagy. Úristen, a harmadik ilyen fejsimogatásnál fogok nagyon hangosan elkezdeni ordítani, amikor karácsonykor egy rég nem látott rokon. Jaj, veled meg mi történt? Tudod, aki esetleg nem hallgat rádióműsor. Baláskám, hova lett a hajocskám? Ezért voltam minden karácsonykor antiszociális. Jaj, te kis sünit. Egyetlen dolog, ami segíteni fog, hogy már 4-kor be kell, hogy rúgjak. Tehát ez lesz az, hogy ott vagyunk majd 20-an. Tannenba óta, ne meg kopaszon a fallat, 12:30-kor már nagyon megalak. Hagyja meg, Feri! Fentes be! Mi a jó menő? Menjél a szadjad! Ilyetlen, ott vagy nálunk minden karácsonykor. Na, ez az egyik, amiről akartunk beszélni, hogy milyen játékunk van. A másik, hogy ha jól tudom, akkor ma van az utolsó esélyünk arra, hogy elküldjük a dalocskánkat. Ugyan. Ma lejár a nevezés, és ha ma nem küldjük el a dalt, akkor nem vagyunk ott az Eurovízión. Az Eurovízión. Úgyhogy el kell küldenünk a dalt. El kell küldenünk a dalt, és minden formai követelménynek meg kell, hogy feleljen a mi pályázatunk, mert hogy a mai nap az utolsó, éjfélig be kell, hogy érkezzen a dal, úgyhogy 10 órakor felhívjuk Polgár Petit, kezébe adjuk a CD-t, és egy térképet, fusson el, és elküldjük vele. Nem tudom, hova? Kunigunda út? Igen, igen. Kunigunda út. Az MTVA székházba kell vele menni. Személyesen. Így kell, van. Hogy bevigye. Így van. Az a szerencsé, hogy meglátják az arcot, és rögtön oda mennek segíteni. A babba arcuk is. Elnézést, uram, segíthetünk. Ne elnézést, látomtolást. Igen. Na, és hát fotónk van. Kell fotó. Igen. Elég a művész úrról, mert hát Polgár Peti viszi a hátán a produkciót. Az elég? Most legyen elég, aztán jó, ha bejutunk. Legyen nekik elég hát, majd megtudják, ha ott vagyunk. Ha bejutunk és ott vagyunk, akkor már küldünk magunkról is. Egyelőre vigye a Peti a hátán a dal. Viszont ugye mi is beleénekeltünk ebbe a dalba, mert hogy ez Polgár Peti és a Hungarokul, ugyanis ez lett a Hungarokul lett a zenekar neve, és ebben most már mi is benne vagyunk, mert néhány szót, szavacskát mi is felénekeltünk a dalba, hogy ott legyünk. Hát felkiabáltuk. Felkiabáltuk. Bizonyám. Én minél többször hallom ezt a dalt, egyre jobban szeretem. Nagyon, nagyon. Mi otthon most tegnap már meglehetősen erőteljes hangerő hallgattuk a dalt, és komolyan mondom, kétszer-háromszor meghallgatod, annyira bekúszik így a halójárt, hogy annyira ilyen ragadós, tapadós a refrénje, hogy kicsit, ez hihetetlen. Kicsit tegnap úgy éreztem magam, mint Roger az ATP világbajnokság döntőn, hogy már ott ülök Málmőbe, Oszlóban, hol lesz most? Nem tudom. Oszlóban. Oszlóban? És ott ülök, és sajtótájékoztató nyilatkozom, hogy
Mert képviseljük, igen. képviseljük igen. Magyarországot, nagyon és hogy miért pont ez a dal, nagyon sok munka van benne, és hát miért ez a színpadi kép, és miért ez a színpadi produkció. Már eljátszottam a gondolattal, hogy kint vagyunk az Eurovízión. Tetszett? Már csak ilyen 4 hónap. Tessék? Tetszett? Ezt meg tudom szeretni ezt a gondolatot. Hogy sztár lettél ebben is. Hogy elindulunk az Eurovízión. Na, megmutatjuk a dalt még egyszer, sőt, sokszor fogjuk mutatni, csak hogy hol vagyunk benne? Mert belekevertük magunkat is. Meg hogy amikor majd nézitek az adást, akkor csak, ha kint vagy a konyhában, kávét főzöl éppen, vagy vacsa, akkor is, hogy meghalod a dalt, már tud, hogy most kell szavazni. Bizonyám. Ugye? Tehát, hogy be kell lépüljön a nóta. Bizonyám. Sokszor kell leadnunk, hogy megszeressétek. Higgyétek el, még azok is, akik talán az elején egy kicsit kevésbé szerették, de már írják azóta ők is, hogy minél többször hallgatják, annál jobban szeretik, hogy tényleg megszeretető, de nem akarunk senkit rábeszélni. Hallgassátok meg. Jó? Jó a dal. Szerintem jó. Jó. Ez már a mi verziónk? Igen. Ott voltunk. Ezek is mi voltunk? Jaj, olyan büszke vagyok. Amikor a kultúra utat tör magán. De hogy mégis olyan a dalhangulat, tehát egy jobb kedvem lesz tőle. Nem? Visz magával, ugye? Valad, az biztos. Az. Feri, nekem egy picit elől van, de... Hát mit csináljuk, hát ez a bariton. Ez a bariton a basszus, egyszerűen nem hát lehet mit nem kezdeni. Hát gyerekek, ugyanúgy kiabáltam, mint ti. És az életérzés sokkal kolbász. Igen, én tudtam leginkább magaménak tudni. Igen. Kell egy ilyen videó az Eurovízióra, higgyetek el, nem szabad mindig keseregni, meg rasszizmus ellenének elni, meg világbékéről. Kell egy ilyen dal is. Kellünk mi oda, mint egy falat kegyén. Az, mint egy falat szalonna. Bizonyám, egyébként Stockholmban lesz. Stockholm. Ugye, utolsó vége, lesz. Gyerünk. De szép a vége. Valaki itt már felállva fog tombolni az Ericsson Globe. Jó, egy Stockholm Globe. Kicsit túl gondoltuk. Igen. Nem gondoltuk. Nem Stockholmot fog mondani. Jó, este Malmö, kik ezek a hülyék. Igen, biztos, hogy benyomom. Köszönjük, Malmö. Na jó van, hát tudjuk el, szóljunk Petinek, hogy érjen oda. Délbe indítsuk el, hogy estére odaérjen a Kurigunda utcában. De jó? Estig lehet menni, nem, 8-10. Csak eltéved. Ja. Azért, hogy 8-10 óra kell, mire kiér, indítsuk el most, vigye a CD-t a hóna alatt, és kézbesítse személyesen. Nagyon jó. Írassa alá valakivel, hogy átvették, nem? Addig ne jöjjön el, amíg valaki át nem veszi. Vigyel belőle szerintem 2-3 tartalék példát is, hát ha útközben elveszíti azt az egyet. És szóljunk neki, nehogy csak úgy lerakja a portán. Nem? Hogy adja valakinek a kezébe. Adja valakinek a kezébe, igen. Na jól van.
De jó lesz ez, basszus. Fent lesz nem sokára ez a YouTube csatornánkon, meg tudjátok hallgatni, és tudjátok megszokni, megszeretgetni. Na annyira várom már a pillanatot, amikor a fél ország felülült, hogy gyere be, ezt nem fogod elírni, a madoljani komondoron lovagolt be a színpadra. Igen, Csiszár Jenő vagyok a zsűriból, azért Balázs még ne csomagolj. Én bírom ezt a dalt. Na figyeljetek, mi ez? Ez már a gulya. A gulya jön be a színpadra, a tehenek. Mit készítettem? Ima malmot. Oh money, oh money, Padme. Ezt kell imádni, oh money. Padme. Oh money, igen, is money. Ez a karácsonyi húzás tálkája. Király! Nem hiszem. Edényke. Igen, is csak te vagy benne. Kicsi apró kis kacsótokkal belenyúltok. Jó. És húztok. Oké. Okay. Jó? Jó, hogy utána elfelejtjük az egészet. Nem kell venni. De nem ér 10 óra 2-kor már megbeszélni, ki kit húzott. Tehát tényleg próbáljátok ezt titokba tartani, és tudom, hogy nem sok izgalmas van kispolgári életetekben, és ez egy kiemelkedő hát, pont, hogy végre történik valami, de próbáljátok titokban tartani azt a nevet, akit kihúztatok, hogy legyen valami meglepetés. De majd... miért nem mondja, az nevet elmondta, hogy nem mondhatjuk el? Mit? Hát kihúzom a zsült, és az a zsült téged húztalak, neked fogok venni a járdékot. Hát a karácsonyi húzás lényege, hogy izgulsz. Hogy kitől kapok? Meg, hogy amit te vettél annak, akinek vetted, örül-e, és ő nem tudja, hogy tőled kapja. A teljes titoktartás. Ez fontos a karácsonyi húzásra. Végig nem fogja tudni, hogy tőlem kapta. Hát majd a december 23-án elmondod, vagy 22-én, amikor húzunk. Ezt majd én megbeszéljük, hogy mikor húzunk, mert ugye december 23-án retro napunk is van. Oké? Oké, húzzunk. De most? Húzok én először. Jó. Na. Jó. Nem azért, csak itt még teljesen népszerű, és akkor még... Ja, és akkor még magadat húzhatod. Persze. Most! Ezt magamnak mondom. Jó. Jani? Jaj, basszus. De izgulsz, miért megint zsűl legyen? Nem, mert a két dolog miatt izgulok. Egyrészt, hogy ne zsűlt húzzam, mert minden évben eddig őt húztam, másrészt meg Balázs nem, akkor nem elég, ha Győrnél állok meg, mert el kell mennem a bécsi vásárba. Nem kell. Oké. Gyertek, Júli, húzzam mindenki. Na. Jó? Tessék. Gyertek, Viki. Ákos, beletettük? Ákost? Van valami összeghatár? Mondja, Gyuri? Van valami összeghatár? Mi, amit akar? Nem emlékeztek arra a kínos szituációra pár évvel ezelőtt, hogy 1500 forintot mondtatok, és én betartottam. Nekem volt csak kínos. Nekem igen. Volt csak kínos. Nem, Anna? Akkor nem. De jól emlékszem, 1200. Jó, oké, akkor nem. Na, jó van. A Zsül húzott? Gyere már, Zsül. Figyeljtek, ha Ákost húzza valaki, akkor nekem van egy csomagolatlan hírszerkesztő szeretnék lenni című könyvben. Jó, Laciét húzott. Ez jó, Laci, és Zsűr húzzál te is. És nem magadnak nem húzol? Ja, már húzta. Gyere, okay, Ákos! Gyere, Ákos. Zsűr, Ákos. Zsűr, ha engem húztál, biztos, hogy bunda. Jó. Kettő maradt, ennyi az utolsó. Na. Én nagyon jó. Meg vagyunk? Mindenki. Meg. Mindenki húzott. Jó. Igen. Megnézhetjük? Vagy? Te megnézheted, csak nem mondd el senkinek. Jó? És akkor nincs összeghatár bárkivel, bárkinek, bármit? Nem bárkinek, hanem annak, akit persze, húztál. Persze. Remélem, lefelé sincs összeghatár. Mínuszba. Jani, megnyugtatlak, mínuszba is mehetsz. Jó van, nem Zsül. Mínuszba is mehetsz. Jó? Semmi olyan Zsüller, csak... Mikor ajándékozunk? 23-án a retro napot? Az utolsó. Ne rontsuk el a retro napot, ott zenéljünk. 22-e? Ne rontsuk el! Jó. Szerinted egy karácsonyi ajándékozással elrontunk egy nyomoranc retro napot? Mert ott sokat beszélünk, ott egy 3-4 óra, mire mindenkinek, mindenkinek átadja. Jó. Legyen 22-e. Jó. 22-e a hajvágás. Az nem baj, ezt akkor meg tudunk, az meg de várjál, nem vágunk 4 óráig hajat. Azt akartam, hogy az egész nap ez lesz csak a hajvágás. Akkor már teljes szörtentés. Meg a hajvágás után nem ajándékozhatunk, mert érted? Sírra fogjuk átadni meg ezzel. Kopasz. Tényleg, akkor, akkor meg is van. Masszus. Igen, aki engem húzott, aki tudja, mi kell. Már vehet is neki a kis izét. Az kis usánkát. Na, játszunk egy jó kis hármasugrást. Jó, a húzás után. Itt van már is a játékosunk, már is játszunk, ahogy mondtam. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Sziasztok, Gergő vagyok. Gergő, hello, Gergő, honnan hívtál minket? Budapestre hívtál, titeket a munkahelyre. Na, főnök tudja? Persze, tud róla. Tud róla? Mit csinálsz, mivel foglalkozol? Raktárosként dolgozom. Raktárosként. Hogy tetszik az Eurovíziós dalunk?
Nagyon tetszik a kollégáknak is. Tényleg? Igen. Ugye, hogy valahogy úgy az embernek egy kicsit úgy jobb kedve lesz tőle, és az már elég. Nem kell, így nem van. Kell nagyon több. Aztán majd ne felejtsünk el szavazni. Így van, szurkoljanak, amikor már ott lesz. Igazi rajongóan. Na, milyenek a kérdések, Jani? Azt mondja, hogy hát most egy picit talán nehezebb, mint az elmúlt két nap volt. De mi történt? Elfogyott a tofu és mérges volt? Nem, nem, van benne egy kis helyesírás hiba. Fölvásároltak a lúdlábot a kedvenc cukrászdának? Elfogyott a piskóta tekercs? Nem, elolvastam egy-két SMS-t. Na figyelj, így szól az első kérdés. Azt mondja, hogy melyik filmen szerepelt együtt Lucy Liu, David Carradine és Michael Madsen? Ez a beugrós kérdés, de tényleg? Most mi van? Könnyű vagy nehéz? Ez a Kill Bill. Az. Direkt nem raktam be azon a törmet, hogy ennek a kezőnek. Meg vagy. Meg van a pasztartó. Super. Menjünk tovább? Persze, szeretnék tovább menni. Jól van, így szól a második kérdés. Melyik tengerszoros köti össze az Atlanti óceánt a földközi tengerrel? De szép kérdés. Atlanti óceánt a földközi tengerrel. Hát ez... Nem nehéz. Hát hol találkozhat a kettő? Hova tennéd? Helyileg, földrajzilag, merre indulnál? Földközi tenger, Atlanti óceán. Nincs meg nagyon. Nincs meg. Tényleg. Hát Gibraltár. Gibraltári tenger szoros. Így van. Fantasztikus. Nem volt, nagyon szépen köszönöm, hogy játszhattam. Nagyon szép rész egyébként. Nagyon. Nem olyan szép, mint a győri karácsonyi vásár, de szép de egyébként. Szép. Tényleg. Érdemes oda is. Somorú vagy? Somorú? Hát, szerettem volna mindenképpen nyerni, de így jött össze. Hát, pedig azt hittem azért ez így menni fog. Hát ugye ott a Spanyolország lenti balja, ugye Portugália-Spanyolország alatt, ugye ott Afrika fölött tulajdonképpen a földközi tenger és Atlanti óceán. Brit felségterület. Így van, nagyon szép. Köszönjük a játékot. Kár. Én is köszönöm. Sziasztok. Jó szépen, hogy hallgatok minket. Ciao. Sziasztok. Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Nem ér venni sapkát? Ne, nincs. Hagyja. Ne. Nem ér venni hajvágollót, bánfi hajszeszt, hajnövesztőszeszt. De, ér. Mindent ér egyébként, mindent ér. Nem ér ide hívni fodrászt, jó? Tehát, hogy... hogy igazítsa meg a várlevágó. Gyerekek, most az én esetemben nagy labda bárki húzott, mert ott tehát mindent nem lehet. Nehéz. Mindent lehet. Te úsztál, Zsű? Ő húzott, akkor láttam. Láttam, lesünte a szemét. Na, te úsztál, Jani? Úgy, de legalább puszit ne dobj neki. Te húztál, Feri? Nem. Nem ő húzott. Nekem elég, hogy miattam Anna, te húztál? Rőzse. Te húztál, Anna? Anna húzott. Kette húztak, akkor engem? Mindenki téged húzott, csak te voltál benne. Mekkora poén lenne, úristen. Vikivel összebeszéltem volna, és mindenhol az én nevem van. De jó lett volna. Fél tíz múlt pontosan 4 perccel várunk friss közlekedési híreket. Jó, ha van, akkor küldjetek ilyet. Hogy mi helyzet az utakon, mi pedig jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataiban. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Ez a dal. Nekem is nagyon tetszik. Kensington, úgy szeretem a zenét. A szívem megtelik ilyenkor mindig boldogsággal, szeretettel. Mindenki irányába. Gyertek, öleljetek meg. Öleljen meg téged a déli szél. Jó, a déli szél. Nagyon jó. Lapozzunk. Itt vagyunk, drága hallgatók, csak elindult a zene, gondoltuk kicsit rá éneklünk, de aztán megjöttünk most már élőben. 3:40 lesz pontosan 4 perc múlva. Jövünk a nap legjobb pillanataival, de előtte, ha nem haragszotok, némi kis közlekedési információval látnám el a hallgatókat. Parancsolj! M7-es 153-as kőnél a felüljárón trafi van, szerintem mindkét oldalt nézik. M7-es Budapest felé a székesfehérvári lehajtónál óriási jégtáblák estek az útesre, többen elküldték nekünk, mindenki vigyázzon. A Szarvasi úton figyeljenek a Békés Csabaiak, a lezárt sávot aszfaltozzák, a munkagépek sok helyen belúgnak a haladó sávba, eléggé torródik a forgalom a Békési út felé. Ariel küldte nekünk. Tétényi úti keresztezés után mérnek az Egér úton kifelé, Kis Joe üzente, valamint Ajkán, a Csopaknál most állt meg a trafi, ezt is kaptuk.
Ezt is SMS-ben kaptuk, köszönjük szépen. Na, én szerintem front van. Hol? Nem tudom, néhány hallgató olyan ingerült. De miért? Minek írogatnak ki? Hogy képzelitek? Pedig miket találtok meg? Hogy is a dolgokat? Erők szóltatok rá! Ugye, hogy front van? Érzitek? Ez már, még nem... szerencsé, hogy mi nyugodtak vagyunk. Szakadjátok már le alul! Csak mondom, hogy dalcím kell, gyerekek, dalcím, dalcím, kell a dalcím, ma éjfélig el kell küldeni a dalt, és címet kell neki adni, ja, és nincs tényleg, még dalcím. Tényleg, basszus, ezt miért nem dobtuk be eddig? Hát most jutott eszembe, hogy hátulról teszem el. Front van. Ja. Hogy kell egy dalcím. Kell egy dalcím nagyon gyorsan, mert a Petinek oda kell érnie. Ő mondott egyet, de azt szerintem... Én azt szeretem, te nem szereted. Az a baj, melyiket, hogy beírod, és beírod, aztán enter, és látod, hogy a Google-n csomó helyen fenn van. Tehát, hogy ettől kicsit köszönjük, jó az. Ő azt mondta, hogy vígadalom. Igen. Vígadalom, de hogy vígadalom. Igen, de az a baj, hogy sokan használták már ezt mindenféle formában. Igen, azért nem tetszik annyira. Jó. Na, ha van jó ötletetek, küldjetek még el 10-ig, jó? Hogy mi legyen a dalunk címe? Így van. Nem is tudjátok, hogy veletek ellentétben mindig törekszem az eredetiségnek. Nem mehetünk ma oda a Kunigunda utcába cím nélkül. Aha. Mert kitiltanak. És azt mondják, érvénytelen pályázat. Ez egy benne van, hogy kell dalcím. Jó, dalcím. Dalcím. Írjatok dalcímet. 0-76-45-00-00 és akkor ti is belefagytok mondva egy kicsit a sztoriban. Abszolút. Már olyan abszolút. Értemben nem, hogy nyilván nem fogtok kapni a jogdíjból egy büdös fillért sem. Azt mi sem, az mert hogy csak Peti jelentette le magát. Tegnap lemondtunk róla. Engem. De ha valakinek van ötlet, hogy mi legyen a dalcím, küldjetek el nekünk. Jó, a dalt már hallottátok, és még sokszor fogjátok. Na, mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Ugye, kora reggel megvitattuk, hogy háztartáson belül egy-egy családban milyen konfliktusok lehetnek, és mi az, ami konfliktus forrás lehet, mert hogy egy kínai idős házaspár összeveszett azon, hogy rizst vagy tésztát fogyasszon ebédre, és hát mamát ez annyira megviselte, hogy a nő mérgében úgy döntött, hogy kiúrik az ablakon, mert a férje győzött a vitában, és nem azt választották, amit a nő akart, aztán hál' Isten a tűzoltók lebeszélték arról, hogy kiugorjon, nem ugrott. Viszont a hír kapcsán mi is megvitattuk, hogy ugye tényleg minden családban vannak olyan neuralgikus pontok, amin a párok összevesznek, és ezek mindig nagyon apró dolgok, mindig teljesen hétköznapi eseménysorozatok, egy zokni, egy szennyesbe be nem tett alsógatya, egy ágyóhagyott vizes törölköző, egy mosogató szivacs például, ami ugye kiderült, hogy nálunk is érzékeny pont, amiből aztán hát hosszú-hosszú órákig tartó veszekedés is lehet akár. Igen. A te neuralgikus pontod ott van az ablak mögött. Integes neki. Itt vagyok, édesem. Küldd át a listát, mit kell ma megvennem? 10:02 már megyek, és bevásárolok. Szóval igen, hát Viki is kicsit beleszólt az adásban. És megvitattuk mi is, hogy mi mind tudunk otthon veszekedni. Valamint beszélgettünk ugye biztonságpolitikai szakértőnkkel, Tarjányi Péterrel, próbáltuk tőle megtudni, hogy menjünk karácsonyi vásárokba, ne menjünk karácsonyi vásárokba, ajánlja a bécsi vásárt, nem ajánlja. És azt is elmondta nekünk, hogy mit kell csinálni, ha esetleg terrortámadás van, az ember hogy tud menekülni, merre meneküljön, mit csináljunk. Érdekes élethelyzet, de hát muszáj erről beszélni, mert test közelben van a dolog. Bármikor ott lehetünk mi is egy ilyennél. Bizonyán, bármikor ott lehetünk. Úgyhogy Péterrel beszélgettünk, és most ezeket a pillanatokat újra megmutatjuk. 7 perc van pontosan, 10 óra. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Na, megvan a dalcím? Mit szeretünk? Ki mit szeret? Én a duha életet. Duha élet? Veled vagyok. Ez olyan semmilyen, nem? Miért? Duha, mi a baj vele? Mi, nekünk tetszik. Duha élet, így egyben. Duha élet. Igen. Oda csapunk. Igen. 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 Hát, ha már így rákérdezik. Nekem... Van, aki ezt szóját, én szerint hungariszom, meg ilyenek, nem szeretjük? Aha, hungariszom. Hungariszom, sunalóta. Már a vokálnak nem is. Vagy mi? Befaja a bali fej, ami befaja. Befaja? Befaja. A címe ja, hogy defaja, és befaja. Lehet, befaja. Bali Feriani, befaja. Aha. Ha ez így kijön. Igen. Na mindegy, jó, még egy kicsit gondolkozunk rá, aztán eldöntjük. Sokat nem tudunk, mert ma le kéne adni. For a dalom.
Ne légy! Ráadásul azt hiszem, hogy volt egy ilyen, talán egy akkel a lemez. És a másik hun vagyok kérdőjel, nagyon jó. Hun vagyok. Legyen már valami ilyen. Jó, de... Hun vagyok. Ez meg gallop. De mert te magad is magyarázod. Igen, de hát ha ezt látod kívül, hun vagyok kérdője. A dal címe hun vagyok. Igen. Vagy felkiáltójel, hun vagyok. Valami, és az a viga... És akkor hogy fogja felkonferálni? Ladies and gentlemen. Igen. I'm a hun? Hogy így fogják? Nem tudom, hogy konferálják, hát az tök mindegy. A lényeg, hogy hun vagyok. Aha, én, hogy nem, hun vagy. Valami kicsit ilyen, ami nem annyira, annyira sztereotíp. Tök jó, én bírom. Színpadon Polgár Peti, Balázs Feri, és a Hun vagyok című dal. Csabi, hello, jó reggelt. Hun vagyok. Valami ilyesmi. Jó, a Hun vagyok szerintem nem rossz. Itt Hun vagyok. Az se rossz, nekem azt tetszik. Itt Hun vagyok. Itthon vagyok? Úgy se nyerünk soha, legalább röhögjünk, nem? Kis hitű. Komolyan mondom. A hun vagyok, én azt bírom. Csabikám, mi újság? Jó reggelt, szavaztok. Egyébként a duhaj az tényleg jó, és azt gondolnám, hogy a címbe is bele kellene rakni már azt a poént, ami a sorok végén kijön. De milyen? De nem duha élet, hanem a duha életbe. Aha. Ez a duha élet, ez ilyen nesze semmi fog meg, jó, a duha élet, de duhaj, nem? Semmi, hun vagyok. Fúrják a duhajunkat. Hát, legyetek egy kicsit bátrabbak, egy kicsit kevésbé konformisták. Mivel a hun vagyok, azzal legyünk bátrak, kilépsz a komfortzónából. Kicsit legyetek, kevésbé megalkuvó. És nem volt itt hétfőn, amikor mondtam az ötletet nektek, hogy legyen Hun Geri és a legények. Igen, de az szar. Nem az a baj, hogy akkor nem volt itt Balázs, és nem, hogy ez nem annyira jó. Igen, ezt viszont adom. Nekem a hun vagyok, az nagyjából ez a kategória. E hun vagyok. Na, az e hun vagyok, az sem. Hunadal, én azt is bírom. Hunadal. Az viszont nagyon hunadal. Én ezt bírom. E hun vagyok. Hívjuk a naphallgatóját. Aztán meglátjuk. Nem. Mert már fölé cím. Csúszni fog Csabi. Nem, ugye? Morning show. De! Hát az utolsó utáni pillanatban. Hello, hogy hívnak? Szia, Gábor vagyok, hello. Gábor, hello. Ugye ma kivételesen lehetett rajtunk keresztül üzenni is, mert igen, hogy reggel hallgatóink üzengetős kedvükben voltak, mi meglovagoltuk ezt a hullámot, és mondtuk, hogyha ennyire mindenki üzenni akar, akkor üzenjetek, beolvassuk. Igen. Azt írtad a szomszédomnak, üzenném a József Attila lakótelepre, hogy továbbra se húzza be a függönyt este, imádom a csöcsöket. Igen. Meglehetősen egyszerű SMS, de szerettük, szellemes volt. Jó az anyag? Igen. Mit jár, vetkőzik, vagy táncol, vagy sportol, vagy mit csinál? Hát igazából csak tusolni szokott, na, aztán utána átöltözik, de csak egyszer láttam, tehát volt egy kis túlzás az üzenetben, minden este, de igen, láttam már hasonlót. De nincs függöny a fürdőszobáján? Nem, az a hálószobában. Tehát utána kijön törölköző, stb. És csatorul. Ez jól hangzik. De jó, és rákészültél valamilyen optikai eszköznek a vásárlásával esetleg? Nem, hát közel vannak az épületek, úgyhogy látni lehet. Közel vannak. És azóta nem mozdul abból az ablakból, hogy hát, egyszer előfordul az eset. De most is ott van, igen. Kis tárcsás vagy nagy tárcsás? Á, mindegy, hogy. Jól van, te vagy a naphallgatója, mondtad, hogy morning show, úgyhogy küldjük az ajándékcsomagot, jó? Köszönöm. Köszi. És a barátom, aki Londonból most jött haza, üdvözöl mindenkit. Jó, örülünk, hogy megint itt adjuk. Kint is bennünket hallgat esetleg interneten? Nem, itthon szokott hallgatni. Itthon szokott. Jól van. Köszi, vigyázzatok magatokra. Ciao. Köszi, ciao. Sziasztok. Ciao. Csabikám, remek zenénk? Sporteszközt választani dalcímnek, az milyen? Csak mondom nektek, hogyha esetleg mennétek majd tovább, tehát befutnátok, és kellene újabban gondolkodni. Az Ullaop, a hullahoppalika, az már foglalt. Jó, mert azt az Omi, jamaikai fiatalember már megírta, és ezt szeretném nektek megmutatni. Regi? Jézus, Atya úristen. Hát ilyen vidám napsütéses, de nem regi. Basszus. Ebben a világban nagy tolombita, már... mi? Igen. Hogy szoktam mondani, ebben a világban már mindent lehet, gyerekek. Hát fia, ha ti is felléphettek énekesként, akkor persze. Ez is jó, hát Omi, meghallgatjuk, Omi.
Csak azért vagyunk ilyen bátrak, mert te is belevágtál ebbe egy pár évvel ezelőtt. Omi slágerét meghallgatjuk, 555-55-00 a telefonszám, kérjétek Csabitól dalt, mi jövünk holnap. Szevasztok! Hello! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.